Sziasztok, ez itt Túrad a VR, és ahogy látjátok, ez egy nem mindennapi bejelentkezés. Így van, tudjuk, hogy ma lesz a PUBG Duo Kupa Budapesten a Bálnában. Előre is köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Tudjuk, hogy sokan vártak már minket, de az, az igazság, hogy az utolsó pillanatban közbejött egy dolog, el kellett ugranunk valamiért, és ennek még elég fontos szerepe lesz a mai este folyamán. Így van, a részleteket inkább hagyjuk. A lényeg az, hogy itt van nálunk ez a cucc, és nem sokára ott vagyunk nálatok. Megmondom őszintén, kicsit be vagyunk szarva, mert ilyet még nem csináltunk soha, de hát... Mehetünk? Főnök, mehetünk? Akció indul, igen. Rend, találkozunk, srácok. Mert ezt a cuccot, mi van? Kicsit hamar dobtam, hol van? Nem tudom! De hol van a táska? De miért van itt kanapé? Én nem tudom, hogy keres itt kanapé, de... De hova a picsába dobtad a táskát? Én nem tudom, valahova ide esett. Egy nagyon... serpenyőt találtam, basszik. De miért van ilyen sör? Nem tudom. Megáll az eszem. Még mi az a füst? Nem tudom. De várjál, azt mondták, hogy itt azt világosabb mondták, lesz. Hogy nem lesz ködös a pálya. Micsoda? Én nem tudom, mi van. Persze, köd. Nem tudom. Meg, várj, szerintem meg. Szerintem meg. Megvan. 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 Szevasztok. Szevasztok. Oh, csak meg lett a cucc. Az az igazság, hogy a kupával egy kicsit megcsúsztunk, de megvan. Megvan a kupa. Itt ragyog, úgyhogy most már minden versenyző láthatja, hogy mit fognak tudni elvinni. Nyugodjatok meg, nem aranyból van. Nem csak itt. Most miért kell elmondani egyébként? Igen, így van, és a nyeremények sincsenek amúgy benne a dobozba. Azt mondtátok, üres lesz amúgy most komolyan. Jó, én ezt nem emelem ki így egyedül, úgyhogy hagyjuk is ezt. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Köszönjük szépen, srácok, tényleg eszméletlenek vagytok, hogy támogattok minket. És ilyen jelentetek itt. Nem mellesleg köszönjük szépen az összes játékosnak, hogy megjelentek. Így van, köszönjük játékosok, hogy itt vagytok. Nagyon nagy cuccon vagytok túl. Az lesz biztos. Is majd egy kis ilyen kis szösszenet, hogy pontosan mik is történtek eddig. Így van. De nem minden, nem semmi, hogy itt vagytok, főleg egy ilyen játékkal miatt. De ja, sikerült ezt megcsinálnunk, eszméletlen. Eszméletlen, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek. Most tulajdonképpen egy kicsit össze fogom foglalni, hogy mi fog történni ma. Ezt viszonylag gyorsan próbálom megtenni, amíg Jani leszemveri magáról az ejtőernyőt. De alapvetően csak a programot fogom megosztani veletek, illetve néhány szabályt, de ezek csak olyan dolgok, amiket már előre szóltam, szóval nem kell izgulni, semmi nem lesz. Szóval, lényeg, a program 11.30-tal elméletileg kezditek az első kört, két meccs lesz egymás után, pici szünettel a kettő között, itt majd Janiék meglátják, hogy fogják megoldani a dolgot, légy CS-sel, amikor leveszed. Nem, nem. De komolyan. Úgyhogy ezt majd meglátjátok, utána lesz egy hosszabb szünet a két meccs után, itt evét, stb., illetve hát a streamer nézőket, akiket szintén üdvözlünk, szeretnék majd szórakoztatni ebben a szünetben egy kicsit itt ezekkel a megoldásokkal, hogyha meglátjátok, hogy milyen lesz, szerintem amúgy nagyon állat lesz. Utána pedig folytatódik a maradék két meccsel az egész, és utána majd meglátjuk, hogy ki az utolsó, ki a legjobb. Meglátjuk, hogy mi lesz, én szerintem át is csúszok. Jani a kommentátor állásra fog állni. Ahol vár minket. Dredd, az az Mr. Azmó. Dredd, az az Azmó, aki Janit fogja kiegészíteni a így kommentában. Van. Én mielőtt véglegesen eltűnök a szírről, annyit szeretnék megkérni a kedves nézőktől, akik a helyszínen megjelentek, hogy a streamben nézőknek is minden élvezeti érték a maximumon legyen, hogy szeretnénk, hogyha nem gáncsolnák el a kamerásokat, bocsánat, illetve nagyon szeretnénk, hogyha nem dobálnák, nem piszkálnák, nem próbálnák etetni, vagy nem próbálnak meg zavarni a játékosokat, mert viszonylag közel ülnek hozzájuk, valamint van ott egy világítós gomb a ti oldalatokon, azt légy szíves, ne nyomjátok meg, viszonylag hátrányba tudjátok helyezni a játékosokat. Én innen nem is fárasztanék senkit tovább, megvan a kupánk,
amit ha valaki nem látott volna. Ez lesz majd a díj, megvannak a nyereményeink, minden készen áll, úgyhogy át is adnám a szót Janiéknak a kommentátor állásba, ahol meg készülnek valamivel, amíg én levetkőzöm. Szevasztok! Köszi, Pisti, köszi! Srácok, egy nagyon fontos dolog, amit el akartam mondani nektek, a közönségtől kérném, hogy szorítson nekünk, hogy minden rendben legyen a játékkal. Tudjuk, hogy mennyire király. Sziasztok, minden rendben lesz. De itt minden rendben lesz, persze, persze. A játékosok már fent vannak a szerveren, és szerintem el is kezdhetjük az első meccset, ami természetesen az Erangelen lesz, tehát a régi pályán, úgy, ahogy az elődöntő meg a selejtezők is játszottak. Úgyhogy hát nyomjuk meg ezt a gombot, azt mondom, az volt, gyere, tedd ide a kezed. Nagyon jó volt. És el fog indulni az első játék. Tudják, hogy ott van Lokendi. Már lövik. Mennyis a lövés, és megvan. És megvan. Szép. Szép. Norki, leszeri Flutwidget, na meg leszek, ja, tesz. És megvan! Ó, micsoda hiba! Ugye? Új, de megfülte! Nagyon megfülte! Én kéne neki is, mert befogja! Nagyon szép, zsíros kenyér! 6 kill! Tovább, zsíros kenyér! És megvan neki gyönyörű. Szerencse! És pedig várta! 8-szorossal, meg is van egy nap! Mindenki elkezdett rohanni! Iszingát pont bejön! Hát, Faust lelövi, de bedobta a gránát? Be! Kell jönnie Faust, de be! Nem hallotta meg! Annyi dobott! Robbanásban nem hallotta. Megúszta. Ezt megúszta. Hulla Szilvának megvan! Gyönyörű! 9 kill! Köszönjük szépen! Az összeállítást. Hát állat! Ezek a srácok nem mindenem, nem, nagyon durva dolgokon vannak túl. És hát itt van az újabb megpróbáltatás. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ki fogja nyerni ezt az egészet. Nagyon-nagyon jó játékosok vannak itt, azért tényleg eléggé meg lesz szűrve most már a játékos. Eléggé, és kíváncsi leszek, mennyire fog változni a játéképe, tehát hogy 4 játék lesz összesen, tehát itt eléggé komolyan mindegyik játék. Igen. Most van egy plusz egy játék, ugye eddig 3 mérkőzés volt, vagy 3 kör volt a selejtezőben is, illetve az elődöntőkben is, és most már 4 meccset fognak játszani a játékosok. Ahogy már Pisti említette nektek, most így rögtön lejátszuk az első 2 meccset, majd tartunk egy rövid szünetet, aztán visszajövünk a szünetről egy nagyon izgalmas játékkal, de erről majd még fogunk beszélni, és aztán játsszuk le az utolsó 2 meccset, ami szerintem, hát, izgis lesz. Mm. Na nézzük, hogy hova fognak ugrani a játékosok, mennyire lesznek merészek itt az első körben. Még ez egy nagyon ilyen bemelegítő kör, azért a játékosok játszottak egy kicsit, láttam, így a felkészülésben. Volt, aki nyert is, igen. Miért nem most nyerne? Nem, a szában nyerek egy gyorsan egyetért. Így van. Úgyhogy nézzük ezt a térképet, nézzük a gépet, hogy hol jön. Military base-es, jó, hát, oda néz. Jó, hát ezt igen. Ó, bizony-bizony, ugranak ide, nem is egy csapat ugrott. És többen is, valakik a partra mennek, közvetlenül a military... szerintem 2 csapat között fog mindjárt. Igen, ez így hamarosan el fog dőlni, hogy lesz. És nézzük, hogy lesz olyan, aki pocsinkébe megy, szerinted? Lesz. Én is úgy érzem most. Szerintem csak egy csapat fog oda menni figyelni. Egy csapat lesz pocsinkébe? És a school? Hát az valaki menjem a schoolba. Hát ő nagyon kemény benyomja most. Tehát nem. Nézzük meg, hogy valaki megy a schoolba. Aztán kiderül, hogy 6 csapat megy. Most fognak leérkezni Contiék a military base-re, végül Twister és Shelby Ornat. Lehet, hogy meggondolták magukat? Hogy észrevették őket? Szerintem meggondolták magukat, és ők inkább lemennek itt az alsó déli partra. Trifték az északi parton, és Pocsinkiben mennek nem is egy csapat, tessék! Jó, hát az 2. Hát itt van az, hogy a 2, és itt egy harmadik, viszonylag közel volt. Így van, egész jól helyezkednek. Na nézzük ezeket az első lootokat. Nézzük, hogy alakul. Nézzük Fodát. Ez az új Spectit mód egyébként nagyon jó lett, aki esetleg eddig még nem látta. Most már végre látjuk, hogy a játékosoknál milyen hílek, milyen boosterek is vannak. Illetve milyen táskája, milyen vesztje van.
Hát a két lövetű, az mindig nagyon jó, hogyha van. Pocsinkiben nézem, hogy esetleg találkoznak a srácok, és nem, nézd csak! Kimarad, mondom, egy. Ott van. Bizony, Hungaro Makkarék, ők igazság szerint autót vettek fel, és ezzel próbálnak éjszakra menni. Lehet, hogy Severnibe mennének, az szokott taktika lenni. Rozogban közben itt történik. Nézzük csak Csargát! A Csargába úgy látszik, belelőttek egy... Hát egy nyilvessző áll ki belőle, most erre nem tudok. Ő így gyűjti, hát most... Ja, hogy így gyűjti. Közben itt lövik Lucky Strike-ékat. Zsíros kenyér lőtt rájuk. Zsíros kenyér a pisztolyjal. Nézd, alig maradt élete. Mi a végén fő? Szép lövés volt zsíros kenyértől. Visszamenek, rozok az övék most már, tehát ezt így lefájtolták. Igen, most így még van. Azért neki finomkodik, tehát ez nem... Nézd csak, Limuszt. Ő még most zuhan, tehát ő ilyen lassan jött végig, egészen szeverni. Szereti a magaslati levegőt, hát most mit... De lehet, hogy igazad van az. Türelmesen, már is top 70. Stexius egy kicsit hamarabb esett le, sőt, szerzett egy járművet, nem is, tehát szándékos volt szerintem, hogy Severnibe befussanak. Ez egy jó pozíció lesz. Akik itt a military base-en vannak, hát... Hát ott most a porszívózás esete. Ez itt a porszívózás esete, igen, azt nézem, hogy senki sem próbálja a hidat védeni, hogy esetleg innen lenne valami érdekesebb play, ezt nem vállalta be senki itt a döntőbe, úgy néz ki. Még. Primorskba is estek, ez is egy nagyon-nagyon jó hely. És azért van pár csapat, aki az ilyen kicsit kihaltabb területekre ment, ők a biztosra játszanak. Igen. Bár ebbe pedig benne van annak a veszélye, hogy nagyon kevés lesz a loot. Milyen érdekes, Stalber megint üres. Stalber üres. Jó, de mondjuk a gép elég messze volt tőle. Jó, az igaz. Szóval valószínűleg azért üres. Jasznajába mennek. Igen. Hopp. Itt valami van. Történt egy kill. Aha. Melyik még csapatból egy játékos elesett. Lucky Strike halt meg szerintem, úgy tűnik. Igen, Lucky Strike halt meg P-Mark csapatából. Nagyon jó lett a Spectate, tehát nagyon szépen jelölik. Ja, végre jó lett a Spectate, ezt tényleg köszönjük. Ő folyamatosan pulzál. Folyamatosan, igen, mert ezt így direkt mutatja a térkép, hogy hol halt meg az előző játékos. Itt is van két csapat, ja nem, most szerezték pont egy autót Karcsék mellett. Oda is Conti még mindig lootol. Hát megy a loot 1000-rel, ahogy azt megszokhattuk egyébként. Az biztos, hogy itt majd főleg így a következő, hát illetve a következő utáni szűkülés lesz igazán izgalmas. Ilyenkor még a bélemények elfoglalása is megy egy fight. Hellaszékat kapták el, Rules the Gadék. Nagyon szép. Meg is van nekik az első kill. Mármint a meccs mérkőzés második killje. Novo Reploy-ba is jöttek. Ide átjöttek éjszakról egyébként. Elosztották a szigetet. Igen. 2 perc múlva indul az első szűkülés. Fura, hogy ilyen sokáig pulzál egyébként, tényleg. Itt van az első dropunk is megérkezik. Nézzük, mi van benne. Nézzük, hogy mi újság van benne. Nézzük csak ezt a droppot. Mit mondasz, Jánok? Hát, én azt mondom neked, hogy ebben lesz egy M249. Groza. Nézzük. Groza? Groza. És M249. Hát eltaláltam, a szerencsém van az, ez van. Így van. Hát továbbra is megy 1000-rel a lootolás. Georgiopolban is van 2 csapat. Itt azért rengeteg a ház. Kétlem, hogy itt ezek össze fognak futni, ez a 2 csapat. A nyugisabb részeknél vannak kickscope-ék. Akik egyébként az utolsó pillanatban jöttek be, ugyanis tegnap este is történt még egy csere, úgyhogy ha valaki csodálkozik azon, hogy miért pont ezek a játékosok vannak itt, hát tegnap összesen négy csapat mondta le a részvételt. Hajnali fél egykor is volt. Úgymond a selejtezőkön a 11-12. Helyen lévőkkel pótoltuk ezeket a csapatokat. És ők tegnap éjszaka, éjfélkor tudták meg, hogy ma játszanak. És köszönjük, hogy eljöttek. És köszönjük, hogy itt vannak, így van. Oké. Rozog. Nézzük, hogy milyen itt a loot. Hát, ez a Tomigan annyira nem bíztató egyébként. De pedig az övék, az egész rozog. Zsíros kenyérnél mi van? Nála egy AK, kompresszoros AK. Közben átmegy az ajtókon, mert ő ilyet is tud. Bandage, first aid. Megvan itt lassan minden egyébként. Ez a rozogban egész jó kis lootot lehet összegyűjteni. Warrior Bloodék úgy döntöttek, hogy ők itt a Waterworld-nél nyomják neki 1000-rel. Itt az M16-os 3-as helmet, 3-as táska, és talán egy 3-as
Hármas West. Hát ez egész jó, vagy kettes West? Lehet, hogy rosszul látom. Kettes West, bocsánat. Ez egész jó. Itt ez egy szép. Szép kis loot. 5 másodperc és indul a kör. Milyen a kintiek most azt... Hát még igazán nincs annyira senki messze, tehát hogy megnézed, elég jól szépült nekik is. Mindenhonnan be tudnak érni. A dealcosok elindultak, ide felfele. Tehát a házaknál, az apartmannál megy ezerrel a loot, itt is van egy kis AK, SCAR. Srácok, a textúrák miatt ne. Az továbbra is benne maradt a custom game-ben ez a később töltve a textúra. Azt néztem, hogy a dropra nem ment végül senki. Nem vették észre. Nem vették észre? Az lehet egyébként. Mondjuk az fura. A házakat nem figyeltek. Mondjuk az M249 annyira azért nem nagy loot, de azért lehet vele mit csinálni. Járművek ellen leginkább. Igen. Severnibe továbbra is két csapat. Azt nézem, hogy esetleg valakik pozícionálódnak-e úgy, hogy tudod, összefussanak valakikkel, de nem nagyon. Milyen békés játéknak tűnik most ez, nem? Tehát, hát egyébként ez nem csoda. Tehát erre számítottunk, persze, hogy itt azért a döntőbe itt nagyon komoly koncentráció és nagyon safe play lesz. Mondjuk Fodáigra, ez nem mondanám itt a military base-en, ők bevállalták. Ez igaz, igaz, ez igaz. De tényleg ilyen safe play megy. Úgyhogy itt van, itt történt valami. Mi történt Gnorkiban? Hát, kiesett a kocsiból? Személygépjármű baleset történt. Hát, személyigazolványokat kérjük. Nézzek, hogy fekszik. Mezitláb. Oda néz. Hát, Hihetetlen. Na jó, van, hagyd lootoljanak, hagyom őket. Most milyen vicces lenne beszólni hozzájuk, hogy szevasztok? Nem, most nem csináljuk, nem, ezt most János, ezt nem... nyugodj meg. Nem. Így van. Aha, ide jöttek át Miltába, trifték. Ez az UMP egyébként annyira azért nem jó, talán. Hashtagnél mi van? Nézzük csak. Hashtag. Vedd elő a fegyvered, mutasd meg nekünk. Gyerünk. Semmi rosszul nem kell gondolni. Nincs, én mondtam, rád sem láttam, néztem. Hogy hogy néztél rám. Én láttam, hogy néztél rám az múl, úgyhogy csak azt mondtam, vegy elő a fegyverét. Semmi komoly. Jaj, János. Igen, nem, hashtag nem akarja nekünk megmutatni. Semmi baj, hashtag. Ott a kár. Majd legközelebb visszanéz. Igen, pont most vette fel a kár. Szerintem most egy kárt, igen. Itt van neki? Nehogy kárba lesz, igen. A kérdés az, hogy felveszi-e. Hát most hezitált. Nézd, hopp. Alébb lagolt. Jó van, működik. Van neki, nézd, egy szupresszora. Most mindkettő van szupresszor. Ez egy M16 vagy egy M416, hittem most így nem tudom megmondani. M16 az. És egy szupresszoros kar. Ilyenkor szokták írni a streambe, hát ez win. Ez mind van szupresszorom. Hát azért ez még nem vén, messze van a vintől. Jön a kör. Szerintem itt bárnék lehet bekockáztatják ezt a dolgot. Van-e nekik járműjük? Mert egyébként azért elég sokat kéne futniuk, hogyha csóna. Ők... Nem, csónak nem érdemes már. Futva igen. Indulnak el. Nem tudnak Geuropolnál föl bejönni a hol? Kis folyón. Itt? Ott be tudnak, de már... Hát azért ez igen. El fogja őket kapni, nem tudom van-e. Már... Ami szerintem van, különben nem hiszem, hogy bekockáztatnak, azért ez eléggé le fogja őket itt sebezni. Ez még az első, úgyhogy... Aha. Elfesenék, vagy megindultak... Ja, most indultak meg, jó, befele. Oké. Oda néz, hogy kenni a Dacia-t. Egyébként a first personban igazán kellemes vezetni az autót, így konkrétan egy gyomorgörcsöt is tud kapni egy-két játékos. Ez ja, teljesen. Tőle, tehát, teljesen, igen. Nagyon igen, nehéz. Igen. Vannak, akiknek nagyon nehéz vezetni. A való életben is. Elfesenék jönnek be a körbe. Na nézzük, hogy kickscope-ék esetleg találkoznak-e velük. Nem azt mondom, hogy közel vannak egymáshoz, mert azért pár száz méter van közöttük, de lehet, hogy meghallják, halljuk, csak várjál csak. Aha, hallani hallják, sőt látni is látják, de nem fognak rájuk lőni. Nem, ez nem az elfeszenék, a gém. Akkor nyugodtan mehetnek be, esetleg Frici, opa, Frici itt közben lövöldözik. Egy mini 14-en, mindjárt betöltenek a textúrák, és látni is fogjuk, hogy mi történik egyébként. Ah, itt is van. Nem, feladták, ennyi volt. Na nézzük, hogy rálőnek-e elfeszenékre, nézzük, csak figyelj. Frici, abban aki egyébként Zsolt, csak fontos, hogy tehát hát ő nem Frici, igen. De Zsolt. Felbukkan és egyből felfigyel. Zsolt, meghallja őket? Ők repülnek FSZ? Nem, csak fent mennek a domba, jó? Repülnek? Én kinéztem ezt is. Hát az új patch-el jött lehet-e valami? Igen. Hát FSZ-enig gond nélkül bejöttek középre, most getrújték, nézd, ők most nagyon jó. 8-szoros scope az SKS-en, meg egy SCAR. Mellettük fognak megállni? Meg egy babaház textúra. Várjál csak, én ebből most kijövök, hogy lássunk valamit. Megállnak. Itt lehet végre az első igaz összecsapás. Hullaszilváig néznek lefele. Gránáttal indítunk. A VS a játékosai. Nem bemennek alulra a srácok. Igen.
Nézzük csak felül a védőket. Bement. Na, semmi olyan srácok, nem kell nevetni ezeken. Ezek tények, hogy bementek alulra. A tények a makacs dolgok. Ők, hát ezt itt lekempelték. Hát nincs garátjuk ezek szerint. És ők is bekempelték. Tehát bekempeltek mindketten ugyanabban a házban. Izgalmas. Lehet, hogy ez egy kis Nessájos tapétanézés lehet. Ugye. Azt mondod, hogy Nessáj taktikáját? Hát Eddáznak ugye a kör közepén, aztán kész vége. Win. Lehet, igen. Hoho. Volt valami. Megy itt valami lövöldöz, és alulról az a durva. De kire lőttek? Kire lőtt? Lehet, hogy mi maradtunk le valamiből. Igen, szerintem egész biztos. Ez előfordul. Hát szerintem ők itt fognak maradni így együtt. Konkrétan kidobott valaki egy füstöt. És csak? Norkékat lőtték itt le közben. Libus megbo... Ez az ablakon keresztül lövés mindig egy nagyon huncut dolog. Bosszulja meg. Jarek Kocka is ott van kint. FSM védi egyedül ezt figyelj, a... Figyelj, ne benéz, nem néz. Nem néz, pont oda be. Mondjuk lehet, hogy nem is lát rá. Aha, ott el van bújva FSM, bebúj teljesen. Próbálja túlélni ezt a szituációt, de végülis nem egyszerű. Megy a lapítás. Megy, de körbe-körbe nézik, hogy hol, esetleg hol látok. Nagyon jó, na, ilyenkor nem is szabad mozdulni FSM-nek. Kirútolták közben az M249-est. Rúzogadék pocsinkiből indulnak meg. Mi újság van itt? A srácok még mindig itt vannak egy csomóban. És mindenki hát egyébként beért. Egy társas házat alapítanak. Konti és Foda motorcsónakkal jönnek át itt a folyón, és be fognak futni. Na nézzük. Nézzük csak ebből mi lesz. Még mindig itt megy ez az üldözés. Nem kockáztatnak, hogy bemennek. Amúgyik én megértem. Közben megy egy kis lút, hogy hát az megnézem, hogy mi van itt. Egy kis kenőmájas, vagy valami. Nehogy már itt hagyjunk egy kis lútot. Konkrétan a belső szobában elbújt. Ja, nem a WC. Hát igen, veszélyes. Igen. De ott hagyja a lootot direkt baitnek, hogy ennyi. Nincs itt senki, de mégis ott van. Bemegy, Libus bemegy. Igen. Nézzük csak FSN-t, hogy védi le ezt. Ez most csúnya lesz. Libus. Ott megy a lövés, meg is van neki Libus. Nagyon szép FSN. Ráfut, oh. meg akart ölni. Lesebződik, fél életem van. Nem. És Jarek Kocka megöli szép. Végül. De sikerült neki, nem sikerült nem. neki, aki Libus pont meg tudja pedig menteni Jarek Kocka. Szép volt. FSN-ik elnök, viszont Six Stitches-ék meghallották ezt a lövöldözést, és jönnek is. Vérszagra gyűjt. Hallották, hogy itt ment valami kis fájt. Kíváncsi vagyok, hogy mit lépnek. Nem, ők szerintem nem kockáztatnak. Lehet, hogy el fognak innen menni. Gurezzék még mindig itt vannak egyben, nézd meg. Tudják egymás, hogy itt vannak egymás fölött? Tuti, mert hallják egymás lépteit. Na most? Hoppá. Könnyed feltekintés. Ott. Megy a cucc. Nézzük csak. Nem tudok ráváltani a karakterre. Bocsánat, srácok. Gurezz! Hú, jól lesebezte Gurezz őket, nézd meg. Most alig van életük. Hát nem tudja nyilván. Hát, persze nem, ezt azt nem tudja. Nézi azt a szöget, egyébként egész jól tartja ezt. De amúgy tényleg ezek jól csinálja ezt a lépcsős. Ezek a korlátok veszélyesek. Igen, veszélyes. Hopp, ki a Gertrudis megvan neki. Tönkreteszi a játékukat, igen. Hoppá. Meghalt Gertrudis is. Meghaltak akkor mindketten. Meg. Abból a csapatból. Hulla Szilva maradt egyedül a VS-e csapatából ebben a házban. Ketten haltak. Igen, arról maradtunk neki. Le pont a kattintás miatt, hogy meghalt a másik játékos a lépcsőn. Ja, mert azon a játékosan voltam, most mellette a Polnájába is mennek. Shuffle-ék innen a négyszeres kóppa, hogy nézek a másik oldalt, hogy lövik. Hát megköpködte. Elmélyék itt, nyomják, igen. Egész jó pozíciónak, visszalőnek, bárnék. Ment a vissza, itt a lút. Aha, nézzük csak, hogy ez nem maradjon. Ez nem maradjon. Ja, ez empty. Hát az volt a 249. Ez volt a 249. Ja, mert csak van egy új, az. Azt hittem, hogy azt. Van egy kiváló DP mellette. Aha. Valaki feladta. Megy a fájt, nézzük meg közben ott ezt a lootot. Ott van még egy. Nézzük meg a lootot. Abba a loot, még benne tudom. Van. Na most akkor mi lesz, János? Megnézzük. Most mi lesz? Szerintem egy AVM. Jó. Én a grozát tartom. MK14, úgyhogy egyikünk sem nyert. Nem tudom, mi van már. Közben nem trekik érkeztek meg autóval ebbe a házba, és elmélyék lőttek rájuk, sőt, ahogy látom... Innen nagyon nehéz lesz kijönni. Nagyon nehéz lesz neki onnan kijönni, és ki is lövi elme nagyon okosan a kereket, hogy ne tudjanak gyorsan tovább menni azok a srácok. Közben bárnékre is koncentrálniuk kell, sőt, igazán szerint bárhonnan lőhetik őket, azt ők is tudják. Most egy kis kitek. Arra vár, hogy kibukuljon a feje, és majdnem megvan, az nagyon-nagyon közel volt elme.
nézzük csak. Nem tudom, hogy onnan mit akarnak Kopiék csinálni, nincsenek jó helyzetben, az biztos. Kopi hátul próbál jelenleg kinézni. A kör hol így, hol is áll ők? Hopp. Elég benne vannak, nem? Eltalálják. Benne vannak a körben teljesen, persze. Nézzük csak meg Shuffle-t, máshova helyezkedik, más direkt szög. Más szögből. Lövi Kopit, nem találja el, nem treket, eltalálja. Hopp, most kapott egyet, igen. Igazániból nyugton is maradhatnának, ha belegondolsz. Nem kellene kinézegetni, csak általában előjön ez a... De meddig marad úgy a kör, látod? Most szűkül be, most mindjárt és mindjárt jön az új kör. Ki fog derülni, hogy hova szűkül. Szerintem még el fognak innen menni, ami lehet, hogy jó döntés volt. Főleg azért mennek el szerintem, mert zavart őket, hogy itt voltak bárnék, és bekerülhetik őket bármikor. Három csapat van most. Vagy csak Shuffle kerül egy hatalmasat, és szerintem inkább ezt csinálja, ezt rosszul láttam. Így van, Shuffle most, megy egy... Most szűkül, egy most szűkül. Teljesen rájuk fog kerülni. Aha. Hát ez... Most már tudják, hogy itt van. Elme persze a másik oldalon, ami mindig gondot okozhat a srácoknak. Hoppá, az... Ott a hit. Ó, nagyon szép lövések ezek. Kicsi a híja. Nézzük meg, hogy hova szűkült a kör. Gyűjtő. Ó, középre. Na hát ez milyen fura. Ez nagyon ritka egyébként, hogy ennyire középre. Ennyire középre, igen. Nehéz helyzetben vannak lent, annak ki kell futniuk. És... Tovább futott Shuffle. Igen, innen menni kell tovább, az biztos, ezt most el kell intézniük. Elme viszont nem közben tudom. Megy, egyre közelebb van Elme a dom Bétel, mögött, hogy Bétel, ne lássák, és gyakorlatilag két oldalról fogják őket teljesen bekeríteni. El is találja nem treket. Kérdés az, hogy minden kettőjüknek el kell indulni, mindenki csapatnak. Ó, Elmét leszedik. Hoppa. Egy headshot-tal, karral nem trek lőtte ki. Shuffle-nek kell valamit lépnie. Az szép lövés volt. Menniük is kellene, azért nincsenek túl közel. Shuffle megpróbálja megmenteni a társát szerintem, azért jött egyre közelebb. Nem track. Megvan neki, megvan. Nem track, megvan a karos. Viszont nem fejezte be, mert most föltámasztja a társam. Megy a gránát. Az egy jó gránát lehet. Az egy nagyon jó gránát lehet. Nincs meg. Pedig nagyon közel volt. Na nézzük Shuffle-t újra. Tudja, hogy szedi a társát. Viszont ha nem track fel kell, nagyon kevés élete lesz. Tehát még így is meg lehet. Nem, Kopi abba hagyta a szedését nem treknek, hallotta, hogy közel jár. Shuffle-t lelövik! Szép. Elme és Shuffle, tehát kiesik a játékból, Kopiék maradnak, akiknek azért elég sokat kell majd menniük. Közben itt megy egy fight, mindjárt betölt a játék is, és talán láthatunk valamit. Milyen szépek ezek a textúrák. Jaj, olyan babaházas, mondtam azért, de kis kedves. Jelenleg szerintem egy házból néz valaki le egyébként, srácok, de mindjárt kiközelítek, és akkor látni is fogjuk. Aha, igen. Befutottak ide Donopapáék ebbe a házba. Noked League, a Relo Flex eSports pedig itt van fent gyakorlatilag, és próbálnak valamit védeni, mert ők még benne vannak a körben jócskán, tehát igaz, azért ők vannak a kör közepén. Latyekék közben átjöttek ide az iskolába, és zsíros kenyér pedig, szokásos módon, ő ilyen egy ilyen elég agresszív játékos egyébként. Mondjuk a hangtompítóval lehet próbálkozni. Hát a hangtompítóval lehet, ez igaz. Kickscope-ék jönnek itt be a körbe, Friciék, illetve bocsánat, Zsolték, mert... Mantik egyedül maradt, ha jól Mantik maradt. Egyedül maradt, igen. És hogyha jól látom, akkor... Aha, de... igen, tök egyedül maradt Mantik. Kickscope-ék érkeznek, hopp, itt meg közben megy a lövés, még mindig zsíros kenyértől. Nézd meg, zsíros kenyéred nem hagy senkit. Egyébként egész jól, tehát közel esnek le azok a lövedékek. Akkor, igen, Fodáék itt délen maradtak. Thank you.
Yes. Ha minden igaz, visszatértünk. Elnézést kérünk, srácok. Valaki úgy gondolta, hogy az egyik elosztó az nem kell. De nem, kimentünk WC-re. Ja, elmentünk WC-re. Tehát így valaki így plink, kihúzta a kábelt, és, de semmi gond. Egyébként itt vagyunk. Szóval, itt az Endgame. Visszatértünk az Endgame-re. Úristen, mik történtek itt az igazban, amíg elmentünk. Ja, na nézzük. Replay van itt elég rossz helyzetben, fogalmazunk úgy. Aha. Kettő emberre harcol szegény Replay egyedül, hogyha jól tudom, egyedül is maradt, igen. Latyekék egyébként itt nagyon jól választották ezt a sulit, még a áramszünet előtt kiválasztották ezt a helyet, és ez nagyon jól jött ki nekik. Hullaszilva, hogy egyedül maradt. Itt szegény egyedül itt ebben. Nem annyira rossz az. Shelby Ornat is így döntött, hogy bebújik egy ilyen helyre. Hol lesz, és Echo-t. Érdekesen elosztották maguk. Igen. Igen. Megy. Na nézzük közben a fight-ot, hogy itt van-e valami. A házában nagyjából egyedül van. A fodáik most érkeznek ide a házak mellé. Csoda, hogy nem lőnek rájuk egyébként az ablakból. Lehet, hogy egyébként ezt direkt csinálják donopapáik, hogy tudják, hogy itt vannak. Fent. Aha. Hopp, ott érkezett valami. Volt egy lövés, de az mögöttük jött, ugye? Rúzdögadék lőttek rájuk szerintem, én úgy tudom, úgy gondolom. Karcsiék próbálnak itt, azt hiszem befutnak a házba, de nem. Azért ez elég veszélyes itt futkározni. Tehát nézd, ők bevállalják. Nézd, Máté oda ment, Karcsi ide jött, külön házba mennek. Ez is egyébként egy taktika, hogy külön válnak a csapatok a végén. Kevesen szokták alkalmazni, de egyébként működhet. Persze a szerencse is kell. Hoho, már nem itt azért a lövöldözés. Reloflexet lőtték itt le. Most viszont kinéztek az ablakon, igen. Odáig, sőt, igen. Nagyon sokan hallnak most meg folyamatosan. A zsíros kenyér továbbra is rohadt messziről lövöldözi az embereket. Úgy látszik, ez a mániája a zsíros kenyérnek. Ó, de meg is lesz neki, nézd meg! Meg is kapta, szép. Nem, hullaszilva lőtte le. Hullaszilva teljesen máshol, besegített, igen. De úgy érzem, hogy... Gadjék is lőnek itt, gyakorlatilag egymás mellett lövöldöznek, csak nem tudják, hogy itt vannak egymáshoz nagyon közel. Igen, ez egy megvan, zsíros kenyér végül lelövi Fricci, tehát... zsíros kenyér most oldalba lőtte mindkettőt, nagyon szép zsíros kenyér! Nem volt épp, elkapta őket. Ott van, nagyon szép. Hát tönkretette a játékukat, fogalmazunk így. Lehet, hogy hallott a Warrior Bloodot, hogy ott van mögöttük? Mert az itt van egy egész csapat mögöttük, zsíros kenyérik mögött. Jokerék harconak itt Öloni Enzóval. Így van. Csargát fogja fejbe lőni! Joker! Hát hogy kiszúrta? Nagyon szép volt Joker. Latyek és Kerberos közben itt a sulinál. Azért rossz kellett szem. Kell, hát ott azt kiszúrták. Fodáig itt alul hírelődnek, búsztolódnak. Reggeliznek. Tudják, hogy 40 másodperc múlva elindulnak, és el kell indulni az összes házból egyszerre. Ez most érdekes lesz. Ez egy nagyon szép part. Ez most érdekes. Latyek csak arrébb mozdulnak a suliból, nagyon jó helyük van. És hol a Szilvának? Nézd meg, ez a shed. Hát ott van neki. Bejött. Bizony. Warrior Blood és Joker itt maradt alul, valószínűleg azért, mert zsíros kenyér csapatás a csarga. Most szedi fel. Csak meg lesz ez neki. Megnézzük egyébként, hogy zsíros kenyér mennyi játékosnak tette tönkre a játéket? Háromnak. Hullaszilva kijött a shedből és rálő fodáikra. Nézd meg! Jó. Ez azért durva. Conti esik el, és... Nem, foda esett el. Foda esett el. Donopapa. Ez egy sűrű helyzet, igen. Hallja, hogy mindenhonnan lőnek gyakorlatilag. Karcsi lelövi Lucky Strike-ot, P-Mark fut befele, Karcsi vagy a hátba lövi-e, nagyon sebzi a kör, de lelövi Markot még, és Karcsi meghal a körbe, és Conti, hát ott kötözi, az nagyon rossz helyzetben van Conti, nagyon sebez ez a kör. Zsíros kenyérék közben be tudtak futni, Jokerék is ott szegények a fal mellé szorultak, és Conti próbálja hílelni magát, de meg fogja ölni a kör. Ez a pekes szűkülés, igen. Nem tudsz velem is állni. Megölte a kör. És Hullaszilva a shedben. Nézzek, ez a shed az... Hát ő úgy... Kerberos belakta. Latyek közben itt... zsíros kenyér. Nézzük csak. Zsíros kenyér nagyon lesebzik. Sőt, le is lövi. Ja, a társa. Bizony. A társa lejött. Csarga jön rá. Latyek. Megvan neki Latyek, és Kerberos befejezi ezt az egész szituációt. Kerberos maradt, Jokerig maradtak. Gyakorlatilag két teljes csapat maradt, és két egyedülálló játékos. Az emeletes házaknál ez a szűkülés, ez kegyetlen volt. Jokerig itt a fal mellett, jól ott, itt talán nem látnak minket.
Vagy te? Nem. Biztos nem ez meg. Tomi közben lövi hull a Szilvát, viszont neki onnan nagyon nehéz lesz hát előrejönni. De nem is... Nem. Kell. Kell, ugye? Várjál. Hát épp, hogy nincs benne. Épp, hogy nincs viszont benne. Viszont ha kilép, akkor... Igen, ha jön a kör, akkor nagyon rossz helyzetben lesz, mert itt a szikla mögött egyébként Captain Tomi és Aloni Ezio eléggé, vagy Ezio. Most jött ki, bemegy mögé. Hát igen, ez... Hát hull a Szilván, aki kicsit türelmesnek kellene lennie, hogy talán történik valami. Kerberosszék elindulnak, és egymással Jokerék, foglalkoznak. Jokerék itt, igen. Amúgy, hogyha kiszúrják őket, pont ott lesz egy domb. Tehát itt van ez a domb. És emiatt nem fogják őket meglátni rögtön. Kivárnak, szóval hull a Szilván, kivárnak. Nem lesz egyszerű a helyzete. Hát itt mindennel próbálkoznak most jelenleg. Jokerék előre mozdultak, hallják, hogy megy itt a lövöldözés. Kerberossz bejött most a fal mellé. El? Most indul el Joker és Warrior Blood, illetve a kör is. És Hulla Szilváról lejön a figyelem. Is előröket. Hulla Szilváról lejön a figyelem, Jokerék lefeküdnek a fűbe. Kerberos ott marad egyedül ott abban a kis melléképületben, de ki kell jönnie onnan. Dobja a gránátot. Megy a gránát. Hulla Szilvá egyébként nagyon okos a csinálta ez a füsttel. Kíváncsi vagyok, hogy ő most mit fog csinálni. Hulla Szilvá a füstben. Jött a kör. Az igen. Pont nincs, pont benne van a sednek a sarka, hát ez nagyon durva. Hát szerintem ő most itt türelmesen fog várni, van egy olyan érzésem. Ha csak nem dobnak be hozzá egy gránátot. Kerberosra lőnek Captain Tomék és Warrior Blood és Joker. Kivál. A full Pacific, tehát ez a türelem. Majd lesz valami. Nézd meg. És be fog nézni, lehet be fog nekik jönni. Drága golyó, ezt nem lövik, tudod. Drága golyó, igen. Tomék itt egy fa mögött próbálnak Kerberosszal, aki egyedül próbál valamit egyébként csinálni. Egyébként oldalba lehet. Már lehet, hogy pont nem állnak rám. Hopp, Kerberossz meg is van nekik. Meg is van. Maradt tehát Hulla Szilva. Ők viszont tudják, nem tudják, hogy ott igen, vannak. Ők tudják, hogy ott van Hulla Szilva, de Jokerékre egyáltalán nincs tudomás, hogy merre lehetnek. És elkezdték. És Warrior Blood. Warrior Blood leszedi mindkettőjüket. Szép volt, Hulla Szilva marad egyedül. Viszont Hulla Szilvát is kiszúrják a srácok. Joker áll fel. Na Hulla Szilva. Hulla Szilva egyedül. Nézzük, hogy mit fog csinálni. Sajnos ez kétoldali támadás. Hát lesz, mindjárt azért várjuk meg a 8-szoros kóppal, figyeld! Warrior Blood megvan neki! Joker! Ne! Ott van! Bravo! Hulla Szilva, gratulálunk! Állat volt! A VSE csapata megnyeri az első meccset. Gratulálunk! Gratulálunk, srácok! Nagyon szép. Bravo! A VSE megnyeri az első meccset. Nem semmi. Nem húzódtak szét szerintem, itt azért, ha széthúzódnak, jobban ráláttak volna, együtt maradtak, igen, nem? Igen. Nagyon szépen megoldotta ezt egyébként Hulla Szilva, a seddel is, gyönyörű a füsttel volt. Is, a füst az nagyon kellett, hogy ott ne legyen lement semmi gond. Lement róla a figyelem, mert jöttek a többiek. Nagyon jól megcsinálta, és az utol, tényleg nagyon király volt az a két kill. Tényleg nagyon király volt ez a két kill. Itt látható tehát az eredménytábla, ami hamarosan fog frissülni egyébként. A killek számával, a pontokkal is. Hát nem tudom, hogy mit csináljunk. Addig szerintem, ha nem tudom, mindjárt megkeresem Pistit. Pisti, itt vagy? Pisti, merre vagy? Igen, itt vagyok, Jani. Nem mondom meg, a srácokat, hogy érzik magukat? Hogy érzik magukat? Igen, szerintem az lehet jó lenne. Persze, hogy ne, rögtön. Még egy kézi mikrofont fogok szerválni, Jani. Ja, egy kézi mikrofon kell. Jó. És már is megkeresem őket. Így élőben. Addig rákészítem őket az interjúra, ne izguljanak nagyon. Ott lesznek nézni. Én tudom, hol vannak. Akkor jó. Felkészíti Pisti őket az interjúra. Hamarosan meghalljuk, hogy ők hogy látták ezt a kört. Addig mi szerintem el is indítjuk a következő szervert, hogy tudjanak csatlakozni a következő játékhoz a játékosok. Ezt most nagyon jól mondtam. Ezt megaszontad, köszönjük. Hamarosan megkérdezzük a srácokat, hogy hogy érzik magukat. Tényleg Hulla Szilva, nagyon remek játék volt a végén. Igen, nagyon szépen lőtt, nyilván lőni is tudni kell, amit mondjuk én nem tudok. Igen. De ugye együtt maradtak nagyon szépen, nem is volt nagyon fedezék, ha jól emlékszem ott. Tehát nem is tudtak nagyon hova elbújni. Nem, egyébként Jokeréknek egy ideig működött voltak. Ez a dolog, utána ők teljesen nyílt terepen voltak, és Hulla Szilvának ott volt ott az volt a fa. Igen. És a fa miatt tudták ezt. Nagyon szép vagy volt. Tudta ezt így nagyon... Pisti! Közben, srácok, nem tudok mit mondani, micsoda befejezés. Én tudjátok, hogy hogy állok a játékhoz. Mikor legáttam, hogy sulira megy a szűkölés, tudtam, hogy baj lesz. Ti hogy álltatok ez a meccshez? Hát én elég elrontottam az elejét. Mm-hmm. Véletlen kipusoltam úgy a házat, hogy a társam még hílet, ugye. Így egyedül maradt, és azon voltunk végig, hogy a körbe legyen benne. Aztán a többieket vártuk, hogy öljék egymást. Jó kis taktika. Valtiképp ez volt.
A végén hogy sikerült kitürelmezni a dolgot? Nehezen. Legalábbis én már itt nagyon össze-vissza mondtam neki mindent, ő higgadt volt, úgyhogy megoldotta. Szerinted egyébként ezen múlt, hogy mennyire volt higgadt? Szerintem igen, mert ott azért visszanézett fél HP-sem még, és ott, ha kapott volna két headit, akkor egyből kifekszik. Én is láttam, hogy viszkedett ott az új, hogy egy kicsit hátra sikerülne még egyet, de végül jól jött ki. Igen, szerencsére. Végül jött ki. Lut, milyen volt? Hogy éreztétek? Így a végére azért elég jól összejött. Végére jó lett, de elrontottuk az elejét nagyon, mert autóra szálltunk, ő talált is egyet, de elvitték előlünk, úgyhogy három vagy négy házat tudtunk átnézni, és utána folyamatosan körbe mentünk. És hogy látjátok, ha így is ment, akkor ketten, hogy fog menni? Hát még meglátjuk. Meglátjátok. Mi sok sikert kívánunk, hajrá, azért csak ugyanígy higgatlan, jó? És akkor a következő meccsen hát majd meglátjuk, hogy veletek beszélgetünk-e, vagy nem. Meglátjuk, okay, hajrá. Reméljük. Köszi. Oké. Elindult az új szerver. És jön egy kis összefoglaló, hogy mi is történt. Hát itt, igen. Ez nagyon szépen megoldott egyébként itt FS-en. Rá is kellett futni, igen, mert érezte, hogy le volt másodban. De egyébként jól tartotta le, és végül nem úgy jött ki ez a helyzet. Itt. Ha ráfutott volna, lehet, hogy hullaszilvágy. Igen, ott meg lett volna. Nem tudta, hát ugye, mi látjuk. Hullaszilvágy tényleg itt hílelték magukat, ő nem tudta persze, de ez meg lehetett volna neki simán. De hát ugye simán. Mi látjuk ugye HP csíkokat. Itt az elméknek ez a csatája. Nagyon sajnálom. Majdnem elkapta azt az autót, igen. Nagyon sajnálom azt a kis szünetet. Ami kiesett a streamből, tényleg emiatt utólag is ne haragudjatok, de ja. Ez egy méteren múlt szerintem ez a gránát. Ez nagyon, tehát ez annyira közel volt ez a gránát. Pont a sarkára pattant vissza. Pont ott volt. Még lehet, hogy a kocsit is elvitte volna, és akkor... Igen, ez az a... De tipikusan futok a mezőn, és várom a sorsomat. Ez tipikusan az. Itt jött a társa, ugye, visszafutott, mert érezte, hogy sebe, de mögüle jött. Ja. Nagyon szép vonat volt, mert mindenki végig bejött, és mindenki az utolsó nyert. Igen. Igen, itt nincs fedezék, tehát nem is volt nagyon hova bújni. Nem, itt hullaszivá, ez a végén, ez gyönyörű, tényleg. Nagyon szép. Jokerig teljes, az ott volt, hogy nyitott. Joker egyébként utána ugye lefeküdt, ami jó lehetett volna, de... Csak igen. Nem jött össze. A játékosoknak mondanám, hogy továbbra is várjuk őket a szerveren. Még néhányan hiányoznak, egész pontosan 10 játékos hiányzik. Mindjárt fel fognak csatlakozni. És akkor el is indítjuk a második kört. Hát kíváncsi leszek, hogy ezután mit fognak csinálni. Szerinted valaki vissza fogja magát venni, vagy? Szerintem mindenki kicsit megnyugodott. És most egy kicsit... Hogy most meg volt az első meccs, és most így felkapják magukat az emberek. Igen. Hát lehet igazad van egyébként, lehet, hogy az lesz. Kíváncsi vagyok. Pár percen belül tényleg indítjuk a következő meccset. Négy játékos várunk, és hamarosan visszatérünk. The odds were stacked against us. Our enemies were closing in. We were overwhelmed. Hope was a distant memory. And defeat seemed inevitable. But through conflict, we find our strength. In defiance of convention, limits are broken. Our courage can't be suppressed. We pledge victory. We strive for glory. We are unstoppable. We are fearless. We are the Republic of Gamers. Na, hát egy játékosra várunk, nem tudom, mi történik, de
ott is van. Mire kimondtam? Tehát ez így kellett történjen. Így kellett történjen az mú. Úgyhogy el is indítjuk a következő kört, ha minden igaz, mindenki készen áll. Egyébként ezt most komolyan mondom neked, az, hogy ma este leírom a PUBG-seknek, hogy kell egy ilyen kis pipa. Tehát, hogy lássam, tudod, hogy mindenki készen áll, hogy legyen egy ilyen ready gomb. Ez egyébként egy elég fontos igen. lenne. Na, szerintem mindenki... Nem, még nincs itt, még itt valami rendeződés van, úgyhogy ezt még kicsit megvárjuk. Semmi gond. Hamarosan el fogjuk tudni indítani. Szeretem ezeket a lobbikat egyébként nézegetni, nem? Olyan hát izgalmas. Nézd, mindenkinek más a perverzével, tehát ez egy táblázat. Ez igaz. Na most talán megvan mindenki, és mindenki készen áll. Mindenki készen áll? Mindenki készen olyan áll. Olyan tűnik. Jó, mindenki készen áll. Akkor elindítom a meccset, kezdődhet a második kör. Hát nagyon kíváncsi leszek. Nagyon kíváncsi leszek erre. Mennyire fog változni a játéképe, igen. Mindenki belépett, yes. Nézd csak a játékosok arcát. A feszültség. Most mit mondjak erre, nézd meg. Kommentálhatnánk. Csillog a szemük. Hihetetlen. Boldogok. Nagyon boldogok. Meghatódtak kicsit. Hát igen, oda néz. Ő koncentrál. Na azért ott komoly feszültség volt az előbb. Én láttam. Lehet, hogy masszázs kéne. Oda néz, nézd, milyen kis uncutul örül. Hát azért, na. Hogy nevetett, hogy mosolygott. Így is kell, lazán. Hamarosan el fog indulni. Csak össze kell tenni a két kezünket, és akkor lehet. Hogy... Jó, kis mókuskák most így. Ez az. Elindul tehát a második kör. Így van. Itt is vagyunk. Ruhák is vannak, nagyon jó. Többé-kevésbé. Tudod, mire gondolok, János? Tudom. Nem. Nem. Hogy? Kérek, természetesen semmi sem annyira gördülékeny, mint ahogy gondoljuk. De mi itt a játékosoknak üzenjük, hogy ez a kör természetesen újra lesz játszva, ugyanis egy csapatot külön dobott valamiért a szerver, vagy külön voltak, és úgy indítottuk el, nem tudom, mi történt, mi nem láttuk, mi mindenki tudja, hogy együtt voltak, aztán együtt még volt. Úgy döntött a szerver, hogy még sincsenek együtt. Úgyhogy indítunk egy új sessiont azon nyomban, addig pedig... Mindjárt kitalálom, hogy mi lesz. Hol is van? Keresem közben a cuccot. Látod? Thank you.
Nos, itt a ponttáblázat. VS-e PUBG vezet. Elég szép 8 killel. Hulla Silva ugye lehozta. 380 pontjuk van. Második helyezen Team Rocket. Jokerrel és Warrior Blooddal 2 killel. És harmadik Login Error. CPT Tomival. Ölonli Ezióval 3 killel. Hogy nézem a killeket, nincs annyi kill most, János. Nincs annyi kill. Tényleg nincs egyébként, de ez még változhat. Persze, azért. Be fognak az pörögni. Az a 8 kill egyébként az annyira az nem szép. Rossz. Azért az annyira nem rossz szerintem. Be fognak pörögni. Igen. Közben egyébként új verzió érkezett a PUBG-hez, úgyhogy ezt is le kell tölteni. Jaj, de jó. Egy kis gyors kis fix. Ja. De egyébként igen, tehát ebből még bármi lehet. Ugye nem is tudom, ki vezeti a kill listát, talán... lehet, hogy a selejtezőkből még? Ott volt ilyen nagyon sok kill, mert... Szerintem azt... Fodáék már vezetik. Ezt nem átvették. Ja, hogy úgy az összesített. Igen, de hogy valamelyik selejtezőkben volt ilyen 40 kill valakinek, vagy a 39, vagy valami hasonló, az rengeteg volt. A Muertéknek volt szerintem. Igen, 39 lehet. Talán, vagy 30... Azt hiszem talán 38. Lehet, igen. Hát kis türelmet, srácok, sajnáljuk. Oké. Na, él az új szerver, hála az égnek. Szeretném megkérni a játékosokat, hogy csatlakozzanak át arra, ha hallanak minket. Látom, hogy sokan játszanak még az előző körben, amúgy látod? Nyomják neki ezerre. Kis gyakorlás, persze. Kis gyakorlás, ez megy. Úgyhogy megkérném az adminokat, akkor szóljanak már a srácoknak tényleg, hogy csatlakozzanak fel az új szerverre. #2 van a végén. #2 van a végén, a jelszó pedig változatlan. Mármint, hogy tényleg változatlan. Tényleg? De nem az. Meg a helyzet is változott. Nem az. Legyen jobb. Na nézzük. Csatlakoznak most már szépen fel a játékosok. Menni fog, az elnézést kérünk emiatt a kis technikai baki miatt. Tehát igazság szerint erre teljesen számítottunk, hogy ez benne lesz. Mondjuk ez fura, hogy külön rak ki, egy csapatot a játék. Szerintem itt valami a... csatlakozással lehetett, hogy fogalmam sincs, hogy ez mitől lehetett, hogy én még nem akartuk úgy egyébként lejátszani a játékot, hogy úgymond van egy plusz csapat, különálló ember, egy különálló emberrel, az elég hülyén nézett volna ki, úgyhogy azért indítottuk most újra ezt az egészet, de hamarosan el fogjuk kezdeni, már 17 játékos fent van, 19. Igen, még mindig játszanak páran, úgy látom. Nem, szerintem most már lépnek ki.
Valaki autóban nyomja, motorcsónakban tolja neki. Hallod, várjál már csak ezt a lootot felveszem. Várjál már, nyomom a Miami Vice-ot, hát most kentem be magam. Na barnitó. Igen. Most talált valaki egy jó kis napszemüveget, vagy valami. Hát valamit, azt nem lehet kihagyni. Itt vannak, tehát még egyszer a pontok voltak. De igen, kíváncsi leszek, hogy most mennyi lesz. De mennyire tippelszék itt, mennyi lesz a max kill? Nem lesz annyi. Na, de mondj egy számot, na. Én azt mondom, hogy 25 fölé nem megyünk, inkább 20-25. Valamiért, most nem szerintem azt nem lesz annyi ki. De aztán lehet, hogy a végére bepörögnek. Azt... Én egy 30 pluszot mondok. Jó. Az első csapatnak. Mármint, hogy hát nem biztos, hogy ők lesznek az elsők, de hogy valamelyik csapatnak lesz 30 plusz. Mert azért a végén ott vannak a fájt. Kérdés, hogy a mostani meccsben, meg a harmadik, negyedikben mennyire oldódnak föl, mert nyilván sokaknak új ez az élmény még itt, hogy itt helyben, élőben. Persze, teljesen más. Teljesen más. Komfortzónájából neki... teljesen kikerül az ember. Igen, mondjuk fura úgy játszani, hogy mit olyan, nem tudom hány száz ember így nézi. Igen. És tényleg ott van egyiket az arcukban, nézők ott vannak. Szevasztok, akik az első sorban ülnek. Hello. Igen, mindjárt fel, itt van az összes játékos, már 43-an vannak a szerveren, és mindjárt itt az összes. Köszi szépen az adminoknak a munkát. Tényleg köszönjük. Illetve nagyon szépen köszönjük, hogy élőben ilyen rengetegen itt vagytok, srácok. 9200-an. Most kaptuk az infót. Nagyon szépen köszönjük, hogy még ezt a technikai bakit is ennyien nézitek. Tényleg köszi. Na nézzük. Még, igen, négy ember, három. Már csak négy ember, és most leellenőrizzük az összes. Előbb is megnéztük, párban megnéztük, voltak. Megnéztük, de na, nézzük át még egyszer. Nem volt különálló, és most se látok különállót. Itt van egy pár, ott is pár. Igen. Ott van egy ember, egy... Várjál, ott van Sky egy különálló. Zona, igen. Valamiért. Aha, igen. Most állítják át. Igen. Egy ember hiányzik még. Egyetlen egy ember hiányzik még. Megvan? Mindenki megvan. Kettő. Inkább kézzel igen ellenőrizzük. Mindenki bent van. Ugye, srácok? Jó, mindenki bent van. Jó. Nyomjuk. Na, most senki nincs külön. Ha valaki külön lesz, az kilép. Az kibannoljuk, ennyi, nem? Ez nincs mese. Kezdjük tehát kivezetik a második a teremből, meccset. Nem? Ja, Istenem, csak elindul ez. Ha persze, hát figyelj. Csak elindul ez az. Megoldjuk. Hát, végül is meg. Nézzük. Alig várom, hogy lássam az embereket, ahogy futkároznak a szigetem. Ruhában. Hát, ruhában, igen. Ez a szerencse. És indul is. Hála az égnek, hihetetlen. Elnézést kérek a nézőktől is, és tőletek is, srácok. Ez van. Ismerjük már szerintem mindezt a játékot, akik végigkövették az eseményeket eddig. Itt vagyunk, nagyon jó. Na! Mindenki nagyon csinos. Hamarosan a nevek is be fognak tölteni, az egy kis idő. De itt vagyunk már a szigetem. És az emberek futkároznak össze-vissza, és mennek a fegyverekért. Ez egy pipi. Amúgy az... igen, ezt többen mondták, és való igaz, hogy jó volna egy gyakorlótér ebbe a játékban. Az nagyon, de nem csak egy gyakorlótér, hanem eleve egy ilyen tréningmód. Tréningmód, igen. Tehát ahol lehet gyakorolni a lövés. Nem csak 60 másodpercig, ha itt nem hapolják el előled. Ez egyébként abban segítene, ami egyre validabb probléma, illetve szerintem ez már gyakorlatilag az első két hónapban úgymond kiderült, hogy nagyon, tehát akik új játékosok is éppen most csatlakoztak be, mondjuk az 1.0-val, amikor megjelent, azoknak nagyon-nagyon nehéz dolguk van felvenni a versenyt azokkal, akiknek mondjuk már ilyen 1500-2000 óráik van ebben a játékban, mert vannak olyan játékosok is, sőt, még több is. Igen, az 1.0-ban 5-6 millió ember érkezett. Igen. Hasonló szám. Igen, ott volt egy ilyen, azt hiszem, hogy egy 5 millió. Hát 30 millió fölött van. Igen. Úgyhogy az új játékosoknak nagyon nehéz dolguk van. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan tudják, hogy szerintem ezt megoldják el. Biztos vagyok benne, hogy lesz benne valami gyakorló cucc, vagy legalábbis ilyen valami botok ellen játszani, ez tök menő lenne például szerintem. Ezt már több játékmódot is terveznek, mert ugye megkérdezték Mr. PlayerUnknown-t, ugye, hogy ez a játék e-sport ready, és közölte, hogy nem. Nem. Ez a játék igen, nem e-sport ready. Azért vagyunk ma itt. Azért vagyunk. Mert nem az. Valaki csinálja meg. Igen. És elindul a repülő. Elindul a repcsi. Na nézzük.
rögtön a térkép. Figyeljük a térképet. Military. Jó, hát akkor. Jó. Jump. Ott van, nézd meg. Ó, hoppá. Meg itt egy ilyen repcsi egyébként. Az előbb is, innen jött kell, talán ugyanez volt. Egy kicsit más szögből érkezett, lehetséges. De nagyjából ugyanez volt az útja. Igen, tehát itt Pocsinki bal oldalán ment el a repcsi, most Pocsinki jobb oldalán. Egy ilyen full délről éjszakra, tehát ez hihetetlen. Tényleg. Azért most egy pára jöttek ide a militarira. Én azt látom. No, bátorságot nyert. Pocsinkibe is érkeznek, bár nem biztos, hogy oda fognak esni, lehet, hogy inkább járművet keresnek, majd meglátjuk. Severni, figyelj, Jokerék. Na várj egy kicsit, ez lehetetlen. Valaki megy az iskolába? Nem. Azt hittem, hogy valaki megy a suliba. De egyébként ez mindig. De nem tudom. Volt azért egy-kettő, akik... Igen. Volt egy-kettő, aki is emlékszem, hát igen, ők iskolamániások. Hát ők jó tanulók. Igen. Akiket nyomunk. Nem. Van, aki bevállalja a sulit, de ezek a játékosok úgy látszik nem. Viszont a military az még mindig egy merész döntés szerintem. De csak két csapat. Igen, Twisterék is inkább tovább mentek, két úgy csapat. Látom. Viszont Relofexék idejöttek, most nem mentek sehova. Ők úgy gondolják, hogy most fölveszik itt a kesztyűt. Talán itt úgymond a C-háznál, vagy hogy mondják ezt, itt magyarul C-nek hívjuk. Máshol nem C? Hát lehet, hogy máshol meg C. Oh yeah. Oh yes, like C. Úgyhogy lehet, hogy itt találkoznak, majd meglátjuk. Ebből érdekes dolog, ez itt volt valami. Látod ezt a villanást? De pillanatra? Valami volt? Anomália volt. Anomália. Amália. Pocsinki? Egy csapat jött végül csak ide, pedig olyan sokan ugrottak ott ki annál a résznél. Georgopolnál kicsit sűrűsödik, lehet, hogy ott egy lesz kis ti parti azt mondod? Fönt. Ja, itt? Úgy érz, igen. Benne van. De elkanyarodott, azt nem, mégse. Ide még esik. Nézd, Gertrude, na várjál csak egy kicsit, ott a VS-e. Na nézzük csak a ezt VS-e meg. A most idejön. Ezt a leérkezést, és el akarják őket ütni? Valami volt. Nem tudod, hogy mi be az épület, meg a konténerek, de valami ott volt. Lehet, hogy pont ott volt egy kerítés. Mindjárt kicsit kirepülök hátra, akkor betölt. Igen, köszönöm. Nem, ő úgy gondolta, hogy de, ő csak sok sikert. És igen. Nincs bent. Hullaszilva megint külön van. Igen. Akkor csak nem jött össze ez a... Keresjük meg Hula Szilva? De hol az Hula Szilva? Egyedül láttam a listában azért. Ó, közben ment egy lövöldözés. A szupresszoros AK. De már rögtön Kickscope-nál. Oda néz. Látod, hogy lőtte az ejtőernyőst? Georgopolnál van. Aha. Itt vannak. Jó, ott vannak. Itt vannak. Van. Nem, magos volt itt a kijelzés, igen, látod? Igen. De amúgy itt vannak egy csapatban, teljesen rendben. Minden rendben van, hála az égnek. Mindenki nyugodjon meg. Hula Szilva fél élete van. Az hogy? Valami hát volt? Lehet, hogy a pusztát tetőnek nézte a játék, ezt levágta. Ja, hát az benne van mindig, igen. Ez ilyen kis huncut. Dono papáik. Az előbb is ők voltak itt? Dono papáik voltak itt? Rozokban voltak szerintem. Igen? Én lehet. Meg is történik az első fájt. Reloflexék elesnek. Hát. Konté és Foda szétszedi azt a csapatot. Ők fölvették a kesztyűt. Föl. És meg is volt ez a fájt. Tehát a Reloflex eSports meghal rögtön, ők voltak az elsők, akik meghaltak itt a military base-en. Hát Fodáik elég tapasztaltak ezen a helyen egyébként. Az tény és való. Úgy asztaljába bármelyik lövöldöznek, pisztollyal. Mindjárt itt megint betöltenek, ez az a textúrák, elme. M16-ossal. Bárni ott laggol fent. Bárni ezt csak ott mi látjuk egyébként, sétál. Így csak mondom a nézőknek, hogy mi látjuk csak ilyen lagosnak. A játékosoknak egyébként tök fluid a game. Valamiért a Spectator, amíg itt az elején egy kicsit ilyen laggos. Szerintem valószínűleg azért, mert tölti be a textúrákat a mapon, a fene se tudja. De csupa izgalom és meglepetés. Hát úgy döntöttek el még, hogy tovább mennek bárnék, ha nem fognak harcolni. Még bárni elég jó pozícióban volt ott fent, viszont azt nem tudták, hogy egy pisztolya van. Annyira nem volt nagy ellenfél, azért ezt tegyük hozzá. Konték tehát itt maradtak, Novóba, Shelviornát. Ugyanúgy, mint az előbb. Ugyanaz, egy csapat, ugyanaz. Sziget, két csapat, és így elosztják. De szinte teljesen jó, ugyanaz. Jó, most volt egy harmadik, igen. És hashtagék is itt voltak, Mild a Power-nél. Ugyanoda ugrottak szinte a csapatok. És, én azt látom. És Georgopolra szűkül. Nagy valószínűséggel. Így van, ide fog szűkülni. Georgioba. Georgba, igen. Majd Georgio. Nem, Geo. Igen. Itt megy egy pisztoly, hármas helmet.
pisztoly hármas helmet erős, erős kombó egyébként, én azt mondom. Amúgy pisztolyal brutálisan jól lehet lőni. Tehát azért persze, 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 de azért és olyan az ember először... nyugodtabb, amikor van egy, tudom, egy M416 vagy egy Scar, vagy egy AK-nál. Én csak idegesebb vagyok, mert békén félrelő. Igen? Ja, hát ez benne van a játékban, jó, igen. Jó, de ez én vagyok persze. Tehát. Máté és Karcsi itt a másik oldalt lootolják, és itt szembe van velük a Georgia Paul-nak a másik részén a... Talán ez így, hogy mondjam, nyugati részén. Captain Tommy. Külön vannak. Nem? Staxius, Limus. Ezek már megint mennyire egyszínűek. Ezek amúgy tényleg nagyon egyszínűek, de nem. Limus és Staxius van együtt. Várjál csak, Limus is. De ők egy házban is vannak. Így van. Captain Tommy és Aloni. Én csak Aloninek fogom hívni. Aloni. De amúgy, igen, Alonly a csapattársa. Mindig az Alone in the Dark jut eszembe. Jokerék itt fent Zárkiban. Oda viszont nem ment talán senki az előző körben. Igen. Zárk egy új hely most itt a döntő. Viszont Stahlberg. Stahlberg. Stahlbergbe vannak. Be van foglalva. És bizony Echo felnéz oda, ahova senki más nem merészkedett. Egyébként az északi rész esetleg legtöbb százalékában tényleg nincs ott senki. Hát igen, igen, igen. Severnibe is itt vannak a srácok. Latyikik érkeznek autóval be. Ez mindig veszélyes ez az autózás. Tudom, hogy te nem szereted például. Igen, végül is. Legjobb, amikor ködbe üljünk autóba. Az a legjobb. Hát mi volt itt ez a lövés? Valami volt. Gertrude-nak csak fél élete maradt. Valaki rálőtt szerintem. Hát keresztül lőtt a világon. A házakon, elnézést az epilepsziás romért. Aha. Igen, itt volt valami fájt. Kivel harcolt a csargáik? A zsíros kenyérre? Zsíros kenyér, várjál, zsíros kenyér. Zsíros kenyér mondjuk azért. Na várjál, nézzük meg, hogy milyen van most. Na, megmutatja benne ő a fegyverét, szerinted? Egy komoly brofisztel nyomja. Azt látom. Van három, van medkitje, van három first aid, kettes helmet, kettes táska, kettes vest. Kórházban mellett látom. Hát azért azt nem mondanám, de azért nem rossz ez a hármas. Igen. Három. Ott a reddotos kar. Hát... Zsíros kenyérnek, hogyha lesz egy 400 kóba, szerintem így kb. Így a pályának az egyik végéből a másikba fog üvöldözni. A power-re besúrani. Itt van két drop. No. Na nézzük János, csak meg ezeket a dolgokat. Mi lesz a dropba? Hát nem tudom. Ez egy nagyon jó kérdés most. Legyen most, az elsőben legyen groza. Én most egy augot érzek. Most aug? Úristen, köszönjük szépen, most kaptuk az infót, hogy majdnem 10 000-en vagytok. Köszönjük szépen, srácok, hogy ilyen sokan nézitek ezt a mérkőzést. Mehet az első feles. És igazad volt az, Mó. Aug. Nem tudom, ez van. Bepörögtem. Most neked volt szerencsét. Ennyi. Maradjunk ennyiben, hogy neked. Elrepülünk a másik. Olyan jó repülni. Nem kattintgatok, érted? Olyan békés, repülök. Nem? Várj egy kicsit, rakunk bele. Tudsz egy kis sirályhangot? Várj, rakunk bele egy lassú mozgás, figyelj. És megyünk tovább. Nagyon jó, menjünk vissza egyszerűen. Ott volt az effekt. Ennyi meg volt. Na nézzük meg ezt a dropot is. Na figyelj! Most? MK14. Rosa. Jó, ez nem, sehogy se jön össze. Jó, na menjünk vissza, nézzük, hogy mit csinálnak a játékosok közben. Drift és hashtag még mindig lootol. Sheldon a Novorepronébe, Kontig még mindig lendélem. Ők egyébként szerintem totál be vannak állva erre az időzítésre, tehát így ők tudják, hogy mikor kell menni. Stopperba nyomják, persze. Hát de biztos vagyok benne, tényleg. Annyira tapasztaltak ott. Van itt valaki egymáshoz nagyon közel? Hú, itt elmegy egy autó. Replay? Az UMP-vel, nem? Ugye a fű is meg. Ott van egy M416, és nem lőtt rá. Búza. Nem lőtt rá. Fű. De búza. Na kíváncsi vagyok, hogy ők most végigbújkálni fognak, lehet. Nem volt itt semmi agresszió. Latyakék érkeznek. FSM viszont úgy dönt, hogy rájuk lő. Nehogy meneküljön. Az SKS-sel. Azt hittem hirtelen, hogy történt valami, de közben csak megálltak az autóval. Nem történt semmi. Hát végül is történt. Igen. Csak hogy valaki elesett, arra gondoltam. Latyakék érkeznek. Itt Hulla Szilva. Fent van a tetőn? Tehát ő rá tud nézni. Nem, ő a híd fele néz. Hallja az autót. Hulla Szilva. Ott lehet egy lövés. Á, nem jön össze. Későn kezdve. A DT-vel próbálja. Autót, igen. Próbálja. És amúgy el is találta őket, csak kicsit lagos volt a spectate, de amúgy eltalálta a srácokat. Lesebződtek. Látják, akik ide érkeznek, hát sehol nem fogják őket szívesen fogadni, maradjunk annyiba. Szerintem... Nem annyira barátságosak itt az emberek. Annyira nem barátságosak itt ezen a környéken az emberek, de ezt ők még nem tudják. Na nézzük őket, hogy milyen... Hallod, itt biztos nincs senki. Nincs itt senki. Így nyit, zárva az ajtó, szálljunk össze, mindenki. Zárva az ajtó, nézzük meg. Összeszedjük az összes. Loot van, úgy nyitva van. Á, hát így már gyanús, meg is állt, láttad? Az a hoppá. Hoppá, itt valami nem jó. Hungarom akkerék érkeznek meg innen. Hát itt hol össze fognak itt jönni itt a csapatok Georgia Paul-ba, tényleg?
Konték előrébb jöttek, valószínűleg autóval. Shelby Ornát motorcsónakkal fognak, azt mondod? Lehet. Egyébként most sincs híd taktika. Nincs híd. Mert ugye a kör mondjuk olyan helyen van, hogy senki nem várakozik ott. Hashtagék viszont itt maradtak a Miltába. Érdekes. Staxius. Latyikik. Végül csak elfoglalták egyébként ezt a házat. Nem foglalkoztak azzal, hogy nyitva volt az ajtó. Van egy kis lút, igen. Így egymás mellett van az a két csapat. Kerberos tovább is fognak menni? Már érzek. Szerintem nem hallják. Ez érdekes lehet. Limusék viszont hallják. Szerintem hallják. Hát hogyha elég halkan megy Kerberos, nem biztos, hogy meghallják. Látod? Nézzük, hogy menek, mint a tigris. Oda néz. Ne túlozzunk. Figyelj. Ne túlozzunk. Ez az effekt volt. Tigris ilyet csinál? Á, nem. Ne, azért nem. Benyitja vajon Kerberos? Nézd, benyit. Ez viszont már Limus biztos, hogy meghalt, és Limus itt van az alsó szinten. Sőt, mindketten itt vannak az alsó szinten, ebben a szobában. Hát Kerberos, hogyha ide benéze, haver, az biztos, hogy nem lesz neked jó. De mindjárt kiderül, hogy benéze ide. Limus. Figyelem, hogy mennyire... Egyébként szerintem fogalma... Szerintem nincs fogalma, hogy itt vannak. Hallgassuk egy kicsit. Nem, nincs hangjuk. Várják, ezt látnom kell, hogyha itt valami lesz. Vaj, annyira izgalmas, figyelj. Mossuk nekik oda. Vajon benyit vagy nem? Én vagyok a tél... Kerberos nagyon nézi a fenti részt. Sőt, elindult a lépcsőn felfele. Nem hallják meg kontroll menni. Aha, igen, elindultak a lépcsőn felfele. De érzik, hogy van itt érzik, valami. Hogy valami lehet, van. Hogy már egyébként látták az előzőleg, hogy az ablakon keresztül. Lehet egyébként, lehet. Vannak. Hát szerintem ők még itt el lesznek egy darabig. Nézzünk közben a többiekre. Sehova nem kell sietniuk. Tehát... Nem. Itt mi van? Úristen, hungaromakker! Lelövik! Elfogyott a lőszer! És ők is kiestek tehát. Elfogyott a craft, hát ez van. Lucky Strike-ot felszedi a csapattársa Mark. Valószínűleg őket föntről meglepték, nem? És csak itt van valami mozgolódás volt. Feljel ment a Kerberoszék közben. Lukiék visszajönnek. Nézzük itt délre. Azért ez elég durva, hogy drifték még csak most indultak el. Ó, itt is van egy kis küzdelem. Smith. Szerintem egyedül maradt, és őt is lelövik. Ha jól látom, elmélyiklőtték le őket, igen. Elmélyiklőtték le őket. Shuffle kapta el, igen. Echo-ik is jönnek befele. Hát tényleg Giorgio Porra, meg itt a hegyre szűkül egyébként. Ho-ho. Itt is van egy fight. Zsíros kenyérlő, vigyázzunk. Zsíros kenyérlőt? Úgy láttad? Hogy bátyint. Tényleg, zsíros kenyér. Kenegetné, ugye? Ott van a kétszereszkó, figyelj! Hát, az ennél jobban nem is mondtad, hát ennyi, de tényleg. Várj egy kicsit. Zsíros kenyér. Na, nem. Ez amúgy csoda, hogy ő így feladta. Én azt hittem, hogy még ne, löbi figyelj, az ablakot. Figyelj, mindjárt beküld egyet. Ott, meglát egy kis fejet, és... Intelligens tüttény. Követős? Hát kanyarlövős. Olyan, mint a VH-ja lenne, de nincs persze. Á, nem. Na jó, zsíros kenyér. Igen, egy kicsit őt kivárjuk. Ezek a srác... Kerberoszék elindultak. Ki jöttek a ház? Nem. Atyaik, mi történik itt? Staxiuszék rájuk jöttek alulról. Itt voltak fent, de pillanatig azt látom, hogy elindultak. Nem hallották meg, hogy följöttek ezek szemben. Kerberos lelövi Staxius. Igen. Marad Latyek. Vajon most rájuk futnak? Hát egyébként az lenne a jó döntés. Kéne, igen. Latyek lelövi Staxius. Latyek egyedül marad, megvan. És Latyeket lelövi Limus. Nagyon szép. Úgyhogy Staxius és Limus megmaradnak. Az akkor bevált a taktika. Kicsit nyugton voltak, megvárták, és meghallották. Bevált ez a taktika. Bevált ez a taktika. Köszönjük szépen, hogy 10 000-en vagyunk, srácok! Köszönjük szépen! Mehet a feles, aki fogadott erre. Ilyenek voltak? Ne, elhatárolódtam. Hát itt nehéz lenne ilyeneket csinálni. Jaj! Nézd csak! Megy egy autós lövöldözés. Ponyika rült le Boris mesterékre. Valami. És elmélyik is... Na várj, ez egy üldözés, jól látom? Elmélyik üldözik Borisékat? Megy a San Francisco, meg fog őrülni, figyelj! Kéne San Francisco zené alá így. Azt nézd meg. Azt. Hát ez olyan, mint egy akciófilm, most komolyan. Figyelj, jön egy Károly nincs Red Zone, és ugye a háttérben amúgy robbanhatna. Jön egy szigorú balos. Echoék lőnek Borisékra. Szúrja a hármast. Elmélyik jobb helyen mennek. Nem szúrja. És itt külön válnak. Itt külön váltak. Hát ez volt egy kis izgalom, de aztán elhalt.
Igen, igen. Elmélyik viszont jönnek Giorgio Paulba. Kíváncsi vagyok, hogy ó, hullaszilvák is lőnek itt nagyon messzire. Hullaszilva, Füstöl, az füstöl. Az füstöl, nagyon kevés kellett volna már bele, de nem. Nem jött össze. A Udép. Itt igen, ó, jaj, a tettőnk, tettőnk. Honkék, szóval hogy odáig hullaszilveiket hátba tudják tudni lőni, mert most értek ők a hegyre. Nem, nem, hullaszilva. Hullaszilvát, kapja, kapja, hogy kapja. Fog, nézd meg, nézd meg. Pörgeti. Kifogyott Fodának a lőszere. Vagy Kontira, bocsánat. Ú, de nagyon jó. Nagyon kevés kilóg, még mindig egy kicsi. Próbálja kilőni az autót, az de ez már nem lesz na, meg. Na az igen. Hullaszilva, hát hogy elment? És hogyha jól látom, megint meghalt a társa. Ő egyedül maradt, hát, igen. A hullaszilva is így vérzett, de neki nincs erre ideje. Tehát, hogy tovább kell igen, mennie. Hát nincs idő vérezni. Nincs idő vérezni. Foda jön itt lejjebb. Ma azért megküldi. Hát igaza van. Nem. Befutott a torony, és... Aha, mert látja, hogy még küld egyet rá. Na, de befutott, felment a lépcsőn. Jó, hát akkor ők azt tudják, Zupakék itt elég elbújtak egyébként. Nem tudom, hogy tudják-e vajon Fodáék, hogy itt a közelben vannak mások is. Mert hogyha ők így előre fognak és ráagróznak arra az emberre... Szerintem nem maradtak szerintem, ki. Vagy? Szerintem nem lőttek Mantikék, én úgy láttam. Akkor megölték szóval volna egyébként. Fodáék előre fejlődnének mondjuk idáig. Hát akkor nagyon... Zupakék... Így van, Hullaszilva itt van közben bent. Nagyon nyílt a terep, ahogy jönnek le Fodáék és a házból. Nézd meg, hogy koncentrál, figyelj, hogy nézi őket. Ott jönnek a hegyről. Ez... Igen. Nem, úgy látom, nem. Nem, elég, hát szerintem ő csak itt most örül, hogy él. Taktikai szerintem döntést. Szerintem ő örül, hogy él, maradjunk ennyiben. Hozott, viszont váltsunk vissza Kontiékra, mert szerintem ott az a lehaladás, azon a nyílt terepen. Ez izgis Mantikék lesz. Nem veszik észre, vagy nem figyelnek? De nem figyelnek, Mantikék figyelnek. Egyszerűen fekszenek egy házba, így ennyi. Lehet ez a fullos kemp. Elfáradtak, hát hagyjad már most. Ja, lehet, hogy elfáradt. Mantik azért próbál nézelődni, hallod, hogy kinézek már. Hát valami legyen már, lehet, valaki. Legyen már valami. Nézd csak. Kinyitja az ajtót, ez már nagyon merész. Ez a DP-vel így kinézni a távolra, hát nézd. Magabiztosság, a kulcs. Lehet, hogy amúgy a DP-vel gyakorolt az a csak. És így. Én most mondom, nem mondok semmit. Nem mondj semmit, nem, az mondjuk. Ha egy... úgy érzed, hogy nem kell mondanod, nem mondj. Hát ilyen ez. Igen. Beszűkült közben a kör. Na, a következő kör már nagyon halálos lesz. 45-en élnek, tehát 15 játékos hullott eddig el. A következő körben még kevesebben lesz, hogy bármilyen furcsa is. Az bizony, mondtam én. Ez kenyérhegy. Tényleg, George. Na most kenyérhegy, a kenyér, igen. Tehát a hegyre szűkül a kör. És Kontiék vissza is fordultak. Hát de miért menjenek hát le? Hát menjenek le, igen. Nagyon okosan csinálják, és nagyon jó helyen vannak nagyon Fodáék. Ők itt lent végig kempelnek a srácok, Boriszék a hegynek a másik oldala felé vették az irányt. Találkozni fognak Gurezékkel valószínűleg. Lehet, hogy Gurezékkel találkoznak, az előfordulhat. Ó, Hullaszilvára lőnek. Sőt, Meg is van Hullaszilva nekik. Holeszék végül lelőtték Hullaszilvát. Meglepődés. De hát sok. A VS-e, ha jól számolom, akkor ők ezzel nincsenek pontszerző helyen. Így van. Igen. Tehát az előző kör első helyezettje most nem szerez pontot. Így van. De ezért még, érdekes de ez a játék. Két játék. Is van. Bármi lehet. Mantikék még mindig maradnak itt. Mantikék egyébként még mindig jó helyen vannak. Tényleg hülyeség lenne neki. Ó. Máté és Karcsi kerül itt egy kis összetűzésbe, Lucky Strike-ékkal. Sőt, ha jól látom, ja nem, Karcsi jön közelebb hozzájuk. Karcsi jön közelebb. Bent a házról nem néz. Nem meri fölhílelni, mert... Igen, mondjuk az elég veszélyes. Még bírja, tehát valószínűleg... Igen, érdekes, hogy nem futottak rájuk, mert egyébként simán kifuthattak volna, és ott a kerítés mögött én azt gondoltam volna legalábbis, bár látszik, hogy nem én vagyok ott lent. Versenyszituáció, lehet, hogy nem akar. Ez mert igazándiból onnan elég nyílt, és meg akár Európa másik oldaláról. Én simán gondoltam volna, hogy szedi a társat, és ráfutok, tehát én lazán. De egyébként nem szedte. Ó, Lukira lő valaki látod. Más! Na látod? Uh-huh. De ki? Azért mondom, arrozod... Ne is lőtték! Ki? P. Máté. Másik tetőről, föntről. A másik tetőn, aha, Máté, onnan szedte ki. Szép. Vissza is jött a karral, aha. Hát nézd, fölment, azt szép, mondta, tényleg, hogy piff. Azt... Jokerék jönnek itt lenni, és csak a bujkálósok. Megoldotta. Én most már úgy fogom őket hívni. Meglátják Lokszeget. Lokszeg. Jó nem. Hát ez itt ért hajlat volt. Az a mini azért talál.
Lokszek fut befele, Shuffle-é kerültek itt még egy összetűzésbe. Valakire lőttek. Elég erősen. Hashtagék, ez a körszéle taktikát játsszák, úgy néz ki. Hopp, megint elmélyik lőnek, Limus látják meg. Egyszer eltalálja, kétszer eltalálták Limus, de ez nem volt elég. Elég messze futott egyébként. Hellászékat lelőtte. Lőtték, igen. Captain Tommy, BSK elintézte neki jönnie kell, ugyanis jön a kör is. Itt történt valami. Igen, BSK lelőtte Hellászékat, mind a kettővel végzett. Igen, igen. Zsíroskények közben kilútolták a lootboxot. Szabijék viszont... Odaértek a... Igen. Kenyérhegy Haciendához. Az a Hacienda. Haci. Gurez és Sikuza Sama. Sosem tudom kimondani ezt, szóval pedig már találkoztam vele egy párszor. Védik ezt a házat. Shikamika. Ők is jó helyen vannak még. Kíváncsi vagyok, hogy most hova fog szűkülni a kör. Ez már a hegyen fog maradni. Azt mondod, hogy a hegyen marad? Én nem vagyok benne teljesen biztos. Shikuza Sama közben kilőtte Boris mestert ebben a házban, és dob egy gránátot, nem tudja, hogy hol van Stitches. Az igen. Stitches pedig a másik házban van. Próbálja szerintem felszedni a társát, majd Stitches. Igen, be tudja, hopp. Kinézett. Nem vette észre. Csak kinézett, igen. De nem vette észre, és átfut. Aha, bemegy is. Be fog menni, fel fogja szedni Boris mestert. Hátul viszont van, nem. Várjál. Hát lőtt egyet. Szedi is a társát, jól van. Meg lesz ez nekik. Érdekes, hogy innen hogy fog alakulni. Oh yes. Sisakja nincs, megy úgy látom heel... azt picit el... De ott van pont a földön egy sisakja, jól látom, hogy ez rosszul láttam. Ott van, igen. Itt a kettes sisak, már veszi is fel. Nézd meg, hát csak rá kellett szólni. Jönnek közben a gránátok, és a következő körben nincsenek már benne. Kixco benne van, Twisterik benne vannak a körbe. Hashtagék most érkeztek meg, itt átjöttek a vízen, hogy jól látom, belehajtottak amúgy a folyóba, és úgy jöttek át. Hát egy kis frissítő. Igen. Conte és Foda viszont elfoglalta teljesen a hegyet, és onnan fogják nézni, hogy jönnek-e felfele. Nekik nagyon-nagyon jó helyük van most. Beadázták magukat, igen. De tényleg, nekik van most az egyik legjobb helyük szerintem, ott fent. Persze, hogyha egyszerre több oldalról jönnek nekik, akkor az úgy jó, nehéz lesz. Jó, megjegyzem, ők nagyon jól lőnek, tehát hogyha valaki jön fel, akkor az valószínűleg nem jön tovább. Meglátjuk, azért mindenre nem lehet onnan fentről állátni. Persze, persze. Zsíros kenyérék is jönnek itt északról, és összefutnak vajon Sabinú Békkal? Nézzük csak. Sabinú és Ponyika. Pont takarja őket ez a domb. De hogyha most ők kijönnek zsíros kenyérék, na erre kíváncsi ezek zsíros kenyér. Az M249-en és csak figyeld, hogy megkenie. Jön felfele. Hát ezzel lehet igazán kenni. Na, elnéz, ott elnéz, kicsit itt vannak közel, ott futnak felfele, ezt pont nem látják, nézzek, kitakarja őket a szikla. Ú, viszont ez rájuk lehet nagyon veszélyes, hogyha hátra néznek Ponyikáig, de nem néztek hátra. Zsíros kenyér se vette őket, és ez Csarga vajon észreveszi őket. Na most, ott volt pedig. Hop-hop, zsíros kenyér. Az F249-et elindítja. Igen, ott a pontos lök... Igen, vált is. Le is szedi az egy... Hát ezt leszették szegény. Ponyika leszette a zsíros kenyeret. Nem, úgy nézett ki egyébként teljesen. Olyan volt. De még Csarga mégis van marad egyedül, de... kettő ellen. De nem csak nokk... De, felszedi a társa. Persze, csak nokk volt a... Viszont fedezik ezt a részt. És most, hogyha dobnak valami gránátot, vagy hasonlót, Csarga nagyon-nagyon rossz helyzetben lehet, és futnak rá ezerrel. Tehát mindjárt itt van Sabinú mellette, egy Ponyika másodperc. Jobbról, balról, Sabinú. Fel tudta szedni Sabinú, ott van, észrevette rögtön. Észrevette. Na nézzük. Jobbról pedig, felettük, nézd meg, oda fog jönni Ponyika. Ponyi, Csargát leszedi, zsíros kenyérnek nincs élete, leszednek, ha a zsíros kenyér. Igen. Ponyika és Sabinú. Nem volt ideje hílelni. Megoldották ezt a helyzetet. Ez egy szép bekerítés van, igen. Pedig, igen, zsíros kenyérek azt hittem, hogy jobban meg fogják ezt oldani, de nem. Conte közben itt gyakorlatilag mindenkit szétlőnek, akit látnak. A hangtompítóval, Foda is hangtompítóval. Hangtompítós mini? Az van nála? Ha jól látsz? Nem, bocsánat, SKS, igen. Ott a hangtompítós SKS. Nem... Megvan az. Ott volt a hit. Van ott sűrű. Van. Itt nem tudom, mi lesz. Tehát... Ó, Boris mester itt, azt a nézze, kettő embert megöl. Kukoricás mindenit. Kukoricás. Gurez.
Ura, ez közben kiszúrta őket, kiszúrta ezt a fájtot. A Boris Mester rendesen leprált őket, igen. Igen. Gurez. Jönnek a gránátok, nagyon jó gránátok, nagyon jól látták ezt a helyzetet, sticsizék. Pontig viszont nem, nincsenek benne. Le kell jönni, nem olyan vészes. Le kell, de itt szerintem mindenkit meg fognak ölni, akit látnak, hogy jön felfele. Mondjuk azon nem olyan túl sok ember. Sabino B közben megint össze fognak futni egy csapattal, lehet Karcsi. Ellenkező irányba. Karcsék leszették, Ponyika. Hát Ponyika szerintem ő most visszamegy ilyen stealthbe, hogy én itt se vagyok, hallod? Nem tudom, ki volt az a társam, akit szerintem lelőtti fogalmam. Most full stealth vagyunk, ja? Boris Mester már megint összetalálkoznak. Shizuka, el is kaptam. És meghalt. Mire kimondtam, meghalt mindenki. Hát ez ilyen... Boris Mesterék, a drop, érkezik a drop, érkezik Boris a drop. Boris Mester 4 kill, jön egy drop. Így van, jön egy drop. Ponté közben lelőnek egy embert, Echo-t megvan nekik. Hol lesznek a lába, kilóg a fa mögül. Nem tudja pontosan, hogy honnan lövik a hangtompító miatt. Csipkedik elkapták a lábát. Bizony. Fodának megvan ez a kill is. A farideg zsába, elkapta. Azaz. Limuszék lőtte ki valakire. Szerintem egy hullára lőttek, ha jól láttam. Vagy most lettek azok hullák, azt nem tudom, de... Nem hiszem, hogy Nephilimre lőnének. Nem, a hullák lőttek. Na mi van a dropban? Megnézik a dropot? Nézzük meg a dropot? Vették, hogy esik rájuk. Tehát itt konkrétan... jön a drop? Igen, figyelj, észre vették, figyelj. Nézd meg, milyen stealth. Figyelj. MK14. Hát, hittem agyon csapja. MK14. Jó lehet ez Boris Drop Sziklán. Általi halál. Az milyen? Stitchesnek is van 4 killje, Borisnak 5 killje, már 9 killjük van ebben a körben. Szép. Igen, szép munka. Nono papáik futnak itt be, Kontéknak is el kell indulni. Igen, Limus-ra várnak. Befejezik. Tehát arra várnak, hogy őt megnézd meg, legyen ott a kill. Ott van a kill. És most pedig el kell, nagyon-nagyon el kell kezdeniük rohanni, mert ilyenkor már tényleg egész sokat sebez ez menni. A kör. Onnan fentről mondjuk ez egy erdősebb rész itt talán. Igen. Hát, csak jönnek. Itt, igen. És ott egy huppanósabb, hát ez egy csúszkás. Azért ők sincsenek teljesen biztonságban itt, hogyha itt le kell jönniük. Donopapáik már lőnek is rájuk. Donopapa észrevette őket, igen. Donopapa. De a fatakarásában még le tudnak jönni, igen. Foda meg is lesz. Nem tudja Foda, hogy honnan lövik, nézd meg. Nem visszakapja. Ez a hangtompítós. Közben Shelvionnát megpróbálják hátba lőni. Be tud érni. Donopapáikat. Nem, beérnek. Beértek. Be. Hát ez egy szép sorozat volt csak. Shelvionnát közben megpróbálja oldalba lőni Donopapát. Donopapa nem tudja, hogy honnan lövi, próbálja felmérni a helyzetet, de nem sikerül neki. Shelvionnát elkapta Donopapát, igen. Nem sikerül neki. Konték viszont pontosan hallották, hogy ott lesznek majd. Kötögetés. Megy a kötögetés. Közben itt Kickscope-ék kerülnek összetűzésbe Boris Mesterékkel. Na nézd, Boris, mit fog csinálni? Azért ráküldött egyet, igen. Egy kis szíverősítő. Hát, az fontos. Replay fog összetalálkozni, talán. Boris Mester átlő mindenem. Persze, hogy át. Kiszúrja Twistert. Ó, azt hittem meg lesz a kill, de Shelby Ornat oldalba lövi a társa, Twister társa. Sőt, meg lesz neki a második kill. Shelby Ornat. Ott a második kill, nagyon szép volt. Nagyon szép. Foda és Conti jönnek benszében ott északról. Igen, ott el lehet rejtőzni a fák között, igen, az egy... Na nézzük ilyen Fodát. 7 killje van Fodának, szépen. Jézusom! És Kontinak? Négy volt szerintem. Neki is 7. Összesen van. Ja, hogy... Ja, az négy, a csapat négy, ki... Három, négy, ja, látom, én vagyok vak. Jó, oké, okay, nem szóltam semmit. Itt se vagyok. Ismerkedünk még ezzel. Foda lövi Pémátét, meg is van neki Karcsi, nagyon viszont szép. Egy fa mögött rejtőzik, viszont az nem sokáig lesz ott az a fa. Befejezi. Maradjuk annyiban, milyen jön a kör. Megvan Máté. Nem tud mit csinálni. Jönnie kell most. Karcsinak. Fodának ez nagyon-nagyon egyszerűen meg, igen, is van. Borisék. Nézzük Borisékat, hogy erre mit reagálnak. Boris, Shelvionnat. Lelövi Shelvionnat Boriszt. Stitches visszalő. Felgyorsultak az események. Megvan neki Shelvionnat. Boriszt fel tudja szedni. És gyakorlatilag ez a két csapat van, maradt. Igen. Borisék fölszedik. És Fodáék maradtak itt a végén. Fodáig hallották őket, viszont Borisignak nem lesz teljesen idejük arra, hogy rájönnek arra, hogy hol vannak Fodáig. Nézzük, hogy Fodáig mit lépnek erre. Ja, valószínűleg hallották. Boris közben feléleszti a társa. Nézzük, Fodáig
pedig hallották ők nagyjából, hogy merről lőttek. Conti szerintem tudja is. Nem. Mégsem, azt hittem, hogy megvan nekik az a irány, pozíció. Az irány az megvan. Látni, még nem látnak senkit. De a körben még egyik őjük sincs bent teljesen. Viszont mind a ketten közel ugye? Vannak hozzá elég. Kerülgetnek. Amúgy ez a kerülés nagyon jó lesz. Bár Boriszék is elindultak pontosan ugyanolyan íven. Látod? Igen. Körbe-körbe. Mint egy centrifuga. Olyanok. Na jó. Nagyon jó vagy. Borisz, ki fogja szúrni Contit? Kiszúrja Contit, hangtorpítóval rálő. Hát viszont felfedte magát. Foda van. Rögtön pozíciót vált, és másik szöget néz. Nagyon okosan csinálja. Nagyon szép. Conti majdnem megvan Borisznak. Megy a hill, Foda fog ráfutni. Nyitnak szét, látod, nyitnak szét. Foda. Nem tudja pontosan, melyik fa mögött van. Ott van, megvan neki Borisz. Szép volt Foda. És meg a Stitches is. Megvan. Ott van a win. Szép. Szép. Nagyon szép. Foda és Conti lehozzák. Az eSport Ready csapata. Ez 11 kill összesen. Lehozzák a második kört. Nagyon szép. Nagyon szép volt, srácok. Nagyon-nagyon szép volt. Ez is egy izgis kör volt. Bizony, nem és tudtuk. Itt már nézzem, mennyi kill van. Ez rengeteg. 11 killel Foda és Conti. Hihetetlen. Tényleg nagyon sok második helyezetnek volt. 6 killje van, 8 killje a harmadik helyezetnek összességével. A negyediknek 4 kill voltak itt. Meg lesz itt a 30, én azt érzem. Jó. De majd meglátjuk. Nézd csak, ott van, az most szeretlek, láttad? I love you too. Ilyen táblákkal készültek. I love you too. Itt az utolsó pillanat. Megy egy gyors bandage a végén, látod? Nagyon jól csinált egyébként, jól csinálták a srácok. Pont belenézett. Pont hát, belenézett. De Foda, hogy a másik szöget elkezdte nézni, ez nagyon okos volt egyébként. Ott van, hát ez nagyon szép volt tényleg itt a végén. Nagyon szép volt. Hamarosan majd meg fogjuk kérdezni, hogy hogyan gondolják ezt a kört Fodáig. Foda egy bőbeszédű srác, aki rengeteget szokott beszélni, és egyébként streamel is, úgyhogy egy tapasztalt emberke ebben. Úgyhogy én megkérném Pistit arra, hogy esetleg kérdezze meg a srácokat, hogy mit gondoltak erről a körről. Mindenképpen, Jani. Most lehet, hogy hátrébbünk megkérdezzük tőlük, hogy ment ez az eszméletlen durva kör, úgyhogy hát remélem megtalálom őket. Srácok, kinek adhatom a mikrofont? Sajnos neki. Meséljetek, eszméletlen durva volt a kör. Hogy nézett ki ez? Megint military base. Így van. Ugye kezdés, mint mindig, igaz? Uh-huh. Nektek ez már egy ilyen muszáj dolog? Hát, igen. Most miatt kérdezem meg, ahogy így építetek a gémet. Általában azért ezt látjuk tőletek, hogy ezt szoktatok mondani. Ott érezzük otthonosan magunkat, jó a loot. Jól is megy. Hogyha mondjuk az előző gém, amikor nem állítottátok le, ott mondjuk lekentek minket, de szerencsére. Itt másképp alakult, ugyanaz a csapat, akiket lelőttünk. Aztán utána nem nagyon találkoztunk senkivel, a kör az szerencsére jó volt végig. Ez a vége, ez nagyon intenzívre sikerült. Itt láttam, hogy ment egyébként a türelemjáték, főleg itt. Itt a leges legvégét akartam megkérdezni, hogy itt nagyon úgy látszott, hogy még nem tudjátok pontosan, hogy hol vannak a többiek, és volt egy lövés. Habár hangtompítós lövés volt, de azért mégiscsak felfedték magukat, ez nem volt meg? Nem hallottam. Jó. Igen, ez volt egy kicsit olyan a közvetítő srácoknak, hogy ők nem tudták eldönteni, hogy most onnan tudtátok meg. Tehát akkor ez abszolút vizuális volt, tehát megláttátok őket. Azt hallottuk, hogy valahol ott lejjebb vannak, balrább. Miután láttuk, hogy nincsenek ott a ridge mögött, amit hegeltünk, gondoltuk, hogy elmentek jobbrább, és hát ott is voltak. Abszolút nem, nagyon-nagyon király volt, köszönjük szépen egyébként, nem akarok tovább húzni, mert mondom, hogy élvezzétek csak a győzelmet, stb. Hajrá nektek továbbra is, eszméletlen durva volt, és hát azt hiszem ez eddig egy elég durva kiősztelik volt. Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek, aki eljött miattunk. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szép. Nagyon jó. Köszönjük szépen, Pisti. Most pedig jön egy kis összefoglaló, hogy mi történt ebben a körben. Nézzük most ezt. Ez a latyekes történet egyébként itt a házban nagyon izgalmas volt végig. Igen, lentiek kivárták, hogy fölmenjen az a de csapat. De amúgy milyen jól kivárták? Igen. Limus. Nagyon jól kivárták tényleg ezt az egészet. És be is fejezték, igen. Ez nagyon szép volt. Azt hallották egyébként, hogy fölöttük járkálnak, és ezért indultál. Jó, lehet. Azért hullaszilva
Azért egy komolyat nyomott most. Ő egyébként hullaszi vagy túlélő, maradjunk annyiban. Ő most ilyen enyhén Dark Planetesben nyomta, futott. Iszonyatosan próbált túlélni, és minden helyzetben próbálta így megállni a magát, de nem sikerült sajnos neki. Az a helyzet, hogy pont oda a híthoz szűkült, és oda ment, és onnan kijönni. Á, igen. Igen. De ez nagyon vagány volt. Tehát ez... Ez jó, hogy elmenekült, igen. Igen, egy sajnos... A zsíros kenyerit... És azt hittem, hogy itt egymás lőtték ki, mert fröccsent, tehát azt hittem, hogy fejbe lőtt és összeesett. Hát zsíros kenyerit, hogy is fogalmazzak, elcsúszott, maga alá kent. Bocsánat. Nem, semmi. Hol ezt is itt kiszedték szépen a kis lábát? Hát, az Achilles-színe, hát tudod mi már. Ah, igen. Így van. Nagyon jó hangja van ennek a 249-esnek. Á, nagyon. Szegény Donopapa, kereste itt a fedezéket, de nem tudta, hogy honnan. Jó, sok emberek volt egyébként hangtompítója a körben. Igen. Az egyébként az tényleg elég sokat segít. Úgy érzed, hogy már rutinból tudják, hogy hol van leginkább hangtompító? Hát, az teljesen random. Persze vannak helyek, ahol nagyobb az esély annak, hogy legyen, de azért ez tök random. Tehát volt olyan, aki shedben talált hangtompítót. A shed a legjobb, nekem az a kedvencem az utóbbi idő. Mindig van a jó dolog. Előfordul. Itt Foda szépen leszette őket, nézd meg. Hát itt ez egy nyílt terep, itt nem nagyon volt. Hát itt, igen. Ez nagyon szép kill volt. Igen, Karcsának nem nagyon volt esélye lőni sem. Mert megállt, hogy talán lőtt. Ennyi. Igen. És itt az utolsó pillanat. Jó végjáték volt. Nagyon. Igazándiból itt. Pedig Boris Pester, nézek, hamarabb észrevette Kontit. Lehet, hogy kár volt ez a lövés. Egyszerűen kiszúrták volna őket, és hát mindig, persze ez... Mindig megvan a trigger happysége. De igen, ez itt azért itt nagyon izgul az ember itt a végén. Ez benne van. Utólag mindig okosak vagyunk. Hát persze, nem utólag lőni, mindig, nem de tényleg. Oké. Okay. Yes! Na, ez volt tehát ez a második kör. Most jön egy kicsit, egyébként hamarabb vagyunk, mármint időben egy kicsit végeztünk ezzel a két meccsel, viszont most jövünk vissza hamarosan, jön egy fél órás szünet, viszont a szünet után az online nézőknek mondanám, illetve hát végül is itt a nézőknek is mondanám, hogy egy nagyon-nagyon érdekes dologgal jövünk vissza, ugyanis lesz egy közös játék, egy közös custom game, a stream nézőivel, azaz veletek fogunk együtt játszani, illetve kettő szerencsést, ha jól tudom, kettőt vagy három szerencsést, meg lehet ki fogunk választani közületek, akik itt vannak a helyszínen, és ők is játszhatnak velünk egyet, úgyhogy ezzel fogunk visszatérni a szünet után. És most köszönjük pedig... a 11 ezer. Köszönjük szépen a sok nézőt, most pedig jön egy kis szünet, úgyhogy jövünk vissza. Sziasztok! Hello.